Hello hallgatók, szép estet kívánunk nektek, és persze nem csak nektek, hanem a nem hallgatóknak is. És a nem hallgatókat hogyan mondjuk másképpen, Gábor? Vagy Vagyis műsorvezetők. Ez a tényleg, ha, mi ha, vagyunk ha. hárman vezetjük ezt a műsort, ja, aminek az a neve, ja. hogy Hotel Végtelen, a mi nevünk pedig az, hogy. Vilma. Jó estét, nem is Itt pedig a Viora. Ez a műsor a Hotel Végtelen, a Facebookon is ezen a néven találhatjátok meg, illetve hotelvégtelen.hu a honlapunk, SMS számú, uh és mondom, 70-70-60. 995. Telefonálhattok a? A telefon <laughs> Amit? Amit elmondok. 061-es előhívó, tehát nem mobil, olyan váloz, válozati vagy városi, ahogy jól esik. Én válozatinak szoktam mondani. 35 39 451. De persze csak akkor veszük fel a érdekes. Tehát hülyeséget nem mondjatok. Tehát ezt majd eldöntjük. te el kell mondani, hogy mi, igen. mit szeretnétek szóval mondani. És akkor ő bemutatkozni egy, és a szám, egy a Igen, persze. meg a PIN kód. Meg a PIN kódot is. Na, gyorsan az lesz. Az én, én a Akár neked van jó egyedül. Csak ugye nem pinkodnak mondjuk, mert ugye az itt állnak mondjuk. Pinkáid. 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 Oké. Okay. Még egy dolog kimaradt így az adás elejé elmondandókból, az ismétlés mikor van? Szombat este van 10 délig. Ugyanezen Ugyan ezen a frekvencen, a rádiókon 99, a 995 Petr... ösön A Petrofi. Hát Petr... persze, hogy ezen. No, hát mi lesz a mai műsorunk témája? Hát az antipátia, azt a címet adtad neki, ezt lefordíthatjuk úgy is, hogy ellenszem, illetve hát ha már az antipátiáról beszélünk, akkor ugye a, a szimpátiáról És Tehát végül is az ellenszem és ö, szimpátia, ez, a, ez lesz a témakör, amit kerülgetni fogunk, illetve keverészni, hogy hogy alakul ki, mi, mik a jelei. Lehet-e olyan, hogy valaki eleve szimpatikus, aztán ez megváltozik és fordítva? Hát persze, persze, hogy lehet. Nem biztos, nem biztos. Állítólag az első benyomás, ami ami az embert éri valakivel kapcsolatban, az olyan mély nyomot hagyhat, hogy ezt elég nehéz korrigálni. De lehet. Hát mindenképp. Tehát akkor mégiscsak lehetséges. De nehéz. De Le lehet. Hát... Jó, mert Valódta azt mondtad, hogy arra. nem biztos, hogy lehet. Ez egy érdekes műsor lesz így. Nem biztos, hogy lehet. Van aki <laughs> nem azt mondja, biztos, hogy neki érdekes sikerül, lesz. Van, aki rábeszéli magát, hát de mégiscsak egy rendes gyerek, meg jó fej, meg minden, aztán kiderül, hogy tulajdonképpen ugyanaz az érzés megmarad benne, csak megerőltette egy picit magát, és úgy döntött, hogy... Ha valakit te nem találsz szimpatikusnak, nagyon nem találsz szimpatikusnak, mondhatni ellenszenvesnek gondolod, viszont a barátaid szerint, ő a világ legviccesebb embere, akkor a barátaid értékítélete megváltoztathatja a tiédet, vagy legalábbis a felszínen, hogy mondjuk elfogadod az illetőt, noha amúgy nem szeretnéd, de a barátaid egy unszolására esetleg mégis? Sőt, szerintem nem is kell az unszolása a barátaimnak, csak mondjuk kiderül, hogy ők ismerik, vagy jóban vannak uh -huh. vele. Szerintem már az is számít. Jó mondtad, a felszínen igen. Hát attól még nekem nem lesz szimpatikus hogy összes barátom azt mondja, hogy berohadt jó fej, meg annyira jó csávó, meg jó lány, meg, meg milyen aranyos, meg milyen szép nekem attól még nem lesz a szimpatikus. Ellenben, ha esetleg egy társaságba kényszerülünk, vagy egy társaságban vagyunk rendszeresen, akkor ugye a béke meg a jó hangulat érdekében, ha nem is a maximális erőbedobással, de igyekszem, ha más nem elfogadni. Legalább. Sőt, annak ellenére, hogy nem szimpatikus, mondjuk elkezdtek vele beszélgetni. Mm, még az is a Amit ellenkező esetben nem tennék. Még az is De valóban. ilyenkor más hang nem ben, mint hogyha mondjuk szimpatikus lenne. Igen, én ilyenkor sokkal magasabb hangon beszélek <laughs> például. Én <laughs> De úgyhogy minden szót, Te vagy, nem, csak, Mióra? vagy egyes nem, csak egyes szavakat. <laughs> Én minden szót. Én nem tudom. Szóval, ha, ha, úgy alakul, hogy tényleg mondjuk egy társaságban van egy ellenszenves pali, és az, akire mindenki azt mondja, hogy marha jó fej, azért hívtuk meg, és ez Isten ne adja, együtt maradunk a konyhában egy 5 perce kettes, mert mindenki berohan valami gólt üvölteni. Gól ilyesmi, akkor valószínűleg kénytelen vele beszélgetni. Nem lenne téma. Tehát valami nagyon erőltetett nyomnyogás lenne belőle, ha csak ő fel nem vett egy érdekes dolgot. És nagy Isten, még az is kiderülhet, hogy erről a dologról tudok vele beszélni. Ettől még nem lesz szimpatikus. Hát csak... Én alibi beszélgetés lenne. Hát vagy... muszáj, mert mégsem legyek már paraszt, hogy ott állok a konyhában. Jó, nézek de azt simán vele lehet nyomni. Hát igen, csak az ember beszélget, akkor már úgy adjon bele a pajtájait. De engem tényleg érdekel, hogy ilyenkor megváltozik-e, hát nem is a hangszíned, de a stílus, ahogy beszélsz. Hogy olyan emberrel beszélsz, akivel valójában nem szívesen, de mégiscsak muszáj. Hát gondolom. Tehát, ilyen... hát, nekem annyiban változik, hogy én általában ilyenkor nem vitatkozom. Ugyanis ha vitatkoz, ha valakivel... És viká, ha nagyon vitatkozni, akar vitatkozni. Akkor ott hagyom a rossz ebbe. De nem hagyhatod ott. De ott hagyhatom. <laughs> nem tudsz kijönni a liftből. De azt van. mondom, hogy beszarok és be kell mennem a vécére. De a liftben vagy A liftben nem jut azonban idegenekkel. a, idegenek. ja, a, az 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 a liftbe csak nem kezded az ember hát, csak, vitatkozni. A, a, megy. A, <laughs> a harmadikra nem. <laughs> anyádat nyomgod. De én a harmadikra nem. De most figyelj, most fő a negyedikre azt mondta, ova mész, ahova akarsz meg. Nem, hát ha én úgy vagyok vele, hogyha ilyen ellenszenves vagy nem szimpatikus emberekkel kell duruzsolnom bármi okból, akkor ő mond valamit, én bólintok, vagy hűmögök rá, szóval semmiképp sem mondok semmi ott, ami, amiáltal által folytatást nyerhetne a beszélgetés. Tehát nem megyek bele se polémiába, se elemzésekbe. azon jó, rendben van, te így gondolod, vagy nem, nem mondok inkább semmit, csak bólogatok, hűmögök. Öreg asszonyokkal szoktam így a liftben, tehát hogy ha már lift bekerült, hogy nekem nem mondom, hogy ellenszenvesek, de úgy érzem, hogy nagyon sok közös témánk nem lenne, mert úgy mennyi a répa ma a piacon, az engem nem érdekel, meg az, hogy az unokája mit csinált az oviban. Tehát, Gábor úgy... nagyon lesújtó véleménnyel van az öreg Nem, a liftben a levő öreg tehát, miért kell a liftben beszélgetni? Bírjuk már ki azt Miért a kell a liftben öreg lenni? Hát ez a másik. Hát miért nem szalad le azt a 15 emletet, nyugat lerohantja? Ráfér egy kis mozgás. Na, nem az a lényeg. Én akkor kerülem a, a, mindenféle konfliktust. Bólintok, én is mondok esetleg valamit, és igyekszem minél rövidebbre szagni a tárgyalást ellenben, a szimpatikus az illető, akkor valószínű, hogy keresem azokat a dolgokat, hogy hogy minél tovább nyúljon a beszélgetésünk, minél tovább tudjunk durzsolni. Na nézzük az adásra térkezett üzeneteket, amik a, <laughs> a témához kapcsolódnak. Zabosé az első. Hal, szerintem egyrésztről vannak olyan emberek, akikből egyszerűen árad valami olyan kisugárzás, amitől egyszerűen első ránézésre elkezdjük utálni őket, esetleg épp a fordítotja vonzódni hozzájuk. Például van egy teljesen átlagos külső lány vagy pasi, akivel az életben nem foglalkoznánk, de a kisugárzása miatt mégis. Másrésztről ez lehet egyfajta ösztönös tudatalatti reakció is, például egy nagy darab férfi embernek nem szimpatikusok a karcsuderekú nők, mert tudatalat érzi, hogy nem lenne képes kihordani az ő gyerekét, esetleg megérzi az illatát vagy feromonjait, és abból tudatalat már tudja is, hogy nem fog működni, és ezért unszimpatikus neki. Azt, Én azt, a, részét, a, azt a részét nem Én értem, hogy, hogy azt mondja, hogy valakivel azért kezd el beszélgetni, mert olyan a kisugárzása pedig szerintem nem, akkor mire gondol? Nem, fordítom mondta, tehát, hogy van akinek olyan a kisugárzása, hogy, hogy eleve antipatikus, illetve egy rosszabb külsejű férfival vagy nővel azért kezd el csak beszélgetni, erre célosztál, gondolom, hogy... jó, talán... elnézés, elnézést, mert nekem sosem esik le, hogy csak olyanokkal lehet elkezdeni beszélgetni, akinek... Pál pedig karcsú van, meg törvény. nagy mele, Igen, elnézést, biztos el vagyok fáradva itt a nagy melegben. Azért nem értettem, hát épp arról van szó, azzal kezdesz -e beszélgetni, akinek van bármilyen kis ugárzása. Igen, na most a férfiak azért ennél jóvalós továbbak, tehát, tehát egy nő feltehetően valóban elkezd beszélgetni egy férfival, esetleg szimpatikusnak találja, ne egy jó jóképűnek, de akkor is elkezd vele beszélgetni méghozzá teljesen normálisan, már amennyiben normális az illető. Normális hang, nem be? Igen, és, no és kedvesen, mm -hmm. és kulturáltan, te nem elutasítóan meg ilyen kikázóan. Ha, ha az illető mondjuk teljesen nem nem az ő férfi ideálja, sőt nem is tetszik neki, de tényleg van valami kisugázása, valami szimpátia mm -hmm. gyúlt benne. De épp... Hát akkor még Jó, csak tetszik neki. Igen, de egy férfi te... fordítva ezt nem fogja megcsinálni. Tehát a férfi alapból azzal kezd el beszélgetni, ha nőről van szó... Aki a külsőre neki bejön. Tehát élből azzal indít, hogy csúnyában De a, hogy, a, de kedves, ezt ezt, hogy nevezzük, igen, hogy bejön, vagy sokáizáson jó, Azzal a gondolom, az, az különbség. ember beszélgetni, aki tetszik neki. Most azt, hogy azért tetszik-e neki, mert széles válla van, vagy valami másért, az ebből a szempontból mindegy. Egy nő szempontjából így van, de egy férfi szempontjából nem. De ha tetszik neki, akkor tetszik neki. De azért... Úgy, akkor nem tetszik. De azért ne nem viccel, is fog vele beszélni. De. De, 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 bizony sajnos így van. Nem, Gábor, az egy dolog, azt hogy mondom, hogy szóba te... legyedik vele. Nem. Te, te, csak szép nőnek láttál már egy gyűrűt az utcán? Az, nem, nem, az nem. nem. Itt, a kezdő, a kezdő beszélgetésekről van szó. Tehát egyáltalán a kezdődő ismerkedésről. Igen, de tudod, tehát a mindenkinek valami más tetszik, meg ezek a mm. körök vannak olyan általános jellemzők, ami, amik egy társaságban levő, beszéljünk most nőkről, az van, hogy hát ez viszony nem szép. Van olyan nő, aki tényleg a legjobb egy társaságon belül kifejezetten nem számít szépnek senkinek. Tehát nem ellenszenves, csak hát azt mondják a férfiak, hogy hát kéne, akkor inkább másokat válogatnék. És valószínű, hogy ismeretlenekről van szó, akkor másokkal kezdenek el beszélgetni. Az egy dolog, hogy egy közös beszélgetés alkalmával abból a mondjuk így, hogy nem szép nőből kiderül, hogy egy halál kedves, értelmes, jó nő, ez akár még szebb és sőt szimpatikusabbá is teheti, és ilyenkor már rárepülnek, mint a legyek a szarra. Tehát így, így ezért megvan ez a formula, csak a férfiaknak sajnos ez idő kell, a nők meg sokkal jobb érzékkel választják ki, hogy ki az a férfi, aki esetleg tényleg egy jelentéktelen külső, mondhatnánk Niemand, de van valami kis ugyanazás, amit ők érzékelnek, és ezáltal nem, nem vonakodnak attól, hogy ő akár beszélgessenek, akár beszélgessenek. Szerintem egyébként a mondatod két része, illetve a, a, a két fő mondani való, ez ugyanarról szól, csak az egyikben úgy nevezett, hogy tetszik külsőre, a másikban pedig úgy, hogy van kisugárzása, de ugyanarra gondolsz, tehát, hogy valahogy bejön neked. Hmm. De nem, lehet, nem, de minde, nem, a, de a csak, hogy, csak, ha nekem mondjuk hülyeséget van, mondjuk van egy társaságban egy nő, akinek semmiféle kisugárzása nincs. Számodra. És nem is, nem is, igen, nem is ha? szimpatikus. Jó. De baromi jól néz ki. Valószínű, hogy a férfiak egy nagy része elkezd vele beszélgetni, annak ellenére, hogy se nem szimpatikus neki, se nincs kisugárzás. Hát de mégiscsak szimpatikus, mert jó nem néz ki, tehát meg akarják teciknek. hágni. Tehát Oké, tehát ezt mondom, hogy ugyanarról tetszik, beszélünk, kisugárzás nem hívod. Na jó, de várjál, ha a szimpátiáról, meg az antipátiáról szól a műsor, és ezeknek nincs közük ahhoz, hogy kit akar meghágni, meg kit nem, akkor ar arról most nincs szó. Hát de hogy nincs. Hát hogy ne lenne. Hát a szimpátia az nem kifejezetten szexuális vonzatot jelent. Egyszerűen azt jelenti, hogy, a, hogy minden férfi, aki néz, valószínű, hogy a szimpátiát egy időre félre fogja tenni, megpróbálkozik a tetszetősebb külsejű, tehát számára nőjesebb. És mondom, hát hogyha ennek nincs köze egymáshoz, akkor most az mindegy is. De hát a férfi azt fogja mondani, hogy hát miért beszélgettél vele? Nagyon úgy értevél, hogy a téma szempontjából ez a mindegy. A téma szempontjából, hát, nem, igen. Dehogy mindegy, hogy lenne mindegy. Hát mindegy, említettem a nőknél, a szimpátia az egy egyértelmű dolog, az minden kategóriába belefér, a férfiak viszont keményen külön választják, hogy nem szimpatikus, de marha jól néz ki, vagy szimpatikus és marha jól néz ki, vagy simán csak szimpatikus és nem néz ki sehogy. Ennek van egy ilyen kronológiája. Általában a szimpatikus és nem néz ki sehogy, ez kerül az utolsó helyre de ennek ellenére ebből lehetnek igen jó barátságok. Én mondok egy sms amit és döntsenek a hallgatók. 70-es, 70, 70 -60, és majd, hogy nem megszakítottam az előbb a monológodat, mert hogy mondok egy számot. No. 499. Wow. Ho, -ho. Egy hiány 500, hián 500. a Facebookon. A következő minket lájkoló lesz az 500 és neki a Gábor valamilyen ajándékkal készül. Hát egészen valószínű. Na jó, nem, viszont viselheti az 500-as számot a hotel végtelenes mezzel. Hát, a a hátára. Hát akár. Akár, akár. kódbetűkkel. No, nézzük, hogy milyen üzenetek érkeztek még. Az SMS falunk következik. Hogyha van nem a SMS falu. Hát nézd meg a Facebookon miatt. Hát ez nem ugyanaz. Hát igaz. Ott én olvastam már valami kommentet. A... Igen, igen, igen. Most Banok érte azt, hogy nekem a nagymellű nők a szimpatikusak, az antipatikusak, meg azok, akik utálják a gyógyszerészeket. Banok gyógyszerész lenne? Hát elképzelhető az is. De ez egy szójáték szerintem az antipatikus, érted? Érted? De nem, hát ha nem érted? tudjuk, hogy Banok gyógyszerésze. Érted? Szójáték, antipatikus. Én értem, Gábor, értem. Na, látod, Banok azt mondja, hogy neki a nagymellű nők a szimpatikusak. Most felfogadjuk egy poénnak szánta. Igen, én is attól tartok. De, de Már úgy értem, azt nem elhiszem, hogy ő alapja. neki ez van. Tehát, tehát a férfiak szimpátiáját külső alapján is el lehet nyerni. Egy, egy nő ugye sokkal nehezebben nyeri mond valakit szimpatikusnak csak azért, mert marha Oké, okay, de most akkor csak, a, tehát, csak arra korlátozzuk ennek a tárgyalását, akivel egyébként szexuális kapcsolatot is szeretnénk uh, szétesíteni? Nem, 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 egyáltalán. Mert mondjuk a közértes nő is lehet nekem szimpatikus vagy ellenszemves? Igen, de az csak szimpatikus vagy ellenszenves lehet, tehát uh, igazából... Hát, lehet ha... meg más is, de, de szerintem ez még érdekesebb is, hogyha ilyen dologból, néz, ilyen aspektusban nézzük a dolgot, mert hogy hogy ki az, akit te nagyon ellenszemvesnek tartasz, holott tulajdonképpen tök mindegy, az ő megítéres a számodra, mert közérben fizetsz nála, és ennyi. Igen, szerintem is ez érdekesebb. Volt olyan helyen laktam, hogy volt a háztól, mit tudom én, 20 méter egy benzinkút, és, és egy 5 kilométerrel arrébb is. És gyakorlatilag, miután mindkét kútnál tankoltam egyszer párszor, rájöttem, hogy a közelebbi kútnál iszonyan ellenszemves mindenki vagy a, vagy a légkör, vagy a millió, vagy a dolgozók voltak, barátságtalanok, rossz kedvűek, pimaszok, teljesen mindegy csúnyák, teljesen nem emlékszem konkrétan, hogy mire, és inkább, inkább elmentem az öt kilométerre levő kúthoz, ahol mindenki kedves Simen. volt, jó indulat, szimpatikus, ráció túlzottan nem volt benne, mert most azt mondaná az ember, hogy nem mindegy, hogy tankolása, beállsz, beletöltöd a benzint, bemész, oda csapod a pénzt, és kijössz, nem kell velük beszélgetni, meg, meg meg spanoskodni. Ennek ellenére még arra a 10-15 másodperc is, amíg oda a pénzt. Ó, is. nagyon, nagyon számít, erre, erre, is rászántam, hogy inkább elmentem 10 perccel alarébb, de fontos volt nekem, hogy egy szimpatikusabb társaságnál. Hát akkor van jelentősége ennek jelentőség a dolognak, és mondjuk lehet -e ennek akkor jelentősége, hogyha egy olyan szűk körül rendezvényre mész, akár egy munkahelyre, akár egy házibóli, vagy valahova, ahol a kötelező megjelened, és mondjuk a társaság nagy része szimpatikus számodra, akkor kérdezem én, hogy vajon jobb szájízzel mész -e oda? Hát egyértelmű. A minap meghívtak egy jogászbárra, hogy ne kérdezzétek miért, elmentem egy jogászbárra. Nem, nem mentem el, meghívtak egy jogászbárra, írtam a meghívónak, hogy ne haragudj, de mit kezdjek én egy, egy Tehát csomó jogász van, akik végzett jogászok, vagy éppen most fognak végezni, jurátusok, vagy mit tudom én, mit kezdjek én ott? Hát olyan jó fejek meg van kedvesek, ám mondom, ne hogy jogász. Egyébként miért hívtak meg? Tehát, hogy ez a... a vendég volt, volt, volt három vagy mellépő, felép, az vagy illető. valami élet. Szerintem és... de milyen fogadás volt, hogy ki, ki kit tud hozni magával. <laughs> aki, nem illik, aki és tud, nyert rá. ki veled, tud kiébet hozni nyert magával veled, nem <laughs> Remélem, hogy nyert veled a Nem pantásod. mentem, nem, természetesen nem mentem el, de, és amikor megkérdezte, hogy miért, hát, mi a bajod a jogászokra, és akkor azt mondtam velősen, hogy hát tulajdonképpen a jogászok nagy része, nagy része nekem nem szimpatikus. Most hogy ezt meg kellett volna indokolnom, hogy miért nem. Hát nem tudtam volna megmondani. Valószínű nem érek azért... rá, nem lett volna egyszerű? Na, nem, nem. Nem akartam megbántani az illetőt. Akit jogást ismerek, avval különösebb problémám nincs. Sőt, van köztük nagyon kedves ember is. Jó, de ez mindig úgy van, csak azokkal van problémájuk, akik, akik nem, nem ismernek. Na ismernek. most arra gondoltam, hogy ott vagyok ezer jogász között, akik feltétlenül jogi dolgokról perekről, meg perfolyamatokról, meg ilyesmikről fognak beszélni. Egyébként, egyébként is hülye vagyok a joghoz, tehát nem tanultam, miért nem értek hozzá, másrészt nem érdekel. Ezt nem tanulni kell. Csak ráérezni. Ezt, <laughs> ezt érezni. Ezt érezni. <laughs> a jogot érezni kell. Hát, ugye hogy te... el kéne követned ezt, azt is akkor szerintem kitanulod. De, de ugyanúgy jártam volna, Ez ha meghívnak, 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 orvos orvosbárra, vagy tehát minden ilyen, ilyen szakmai jellegű rendezvényre, ha meghívtak volna, azt mondtam volna, hogy nem bárra. szimpatikusak. Azok sem. Tehát te ahhoz se értek igazából annyit, amennyit ők, főleg nem arról akarok beszélgetni. Tehát ezek, ezek a, ezek a projektbálok, meg ilyen rendezvények, amik kifejezetten egy szakmának, vagy egy, egy érdeklődési körnek a, a rendezésében kerülnek meg, megcsinálásra, vagy hogy mondjam szebben. megcsinálás. Megcsinálásra. megcsinálásra. Prost, ezek nekem nem, nem, szimpatikusak, mert, mert nem érzem magam jól. Még sose voltam ilyen hangsúlyozom, tehát csak előlegeztem a bizalmatlanságot, de én így érzem, hogy így lenne. A zene után ezzel folytatjuk. A most hallható műsor esetleg sértheti egyes hallgatóink lelki, politikai, szexuális, gasztronómiai vagy vallási érzékenységét. Ezen hallgatóinkat kérjük... Ö... Találjanak ki valamit! Kérjük, találjanak ki valamit! Itt vagyunk ismételten veletek, folytatjuk a Hotel végtelen a mai műsorunk témája az antipátia, és üzenetek következnek, amiket írtatok nekünk, utána folytatjuk egy remek felvetéssel. Szóval SMS, ezt nem tudom, hogy felolvastam-e már egy fiú üzenetét, hát egy aki az üzenetét azt írta, mém. hogy ha csak azzal beszélnék, akit meghencseregnék, 18 évig nem szólaltam volna meg, anyámmal pedig sosem kezdeményeztem volna beszélgetést. Oh. Köszönöm ez szépen! Ez ez tetszik! Igaza ne olvastam már? Persze, nem, nem. olvastad be, ez de, de, hogy mondjam, teljesen igaza van, ilyen puzsíros adta meg a módját, de nem így mondjuk. Pájzsarosan. Píjzsor. De nem, nem erre gondoltam, inkább a társaságban, hogyha mindenáron áron beszélgetni kell, akkor milyen szempontok szerint választunk, de a választ elemesnek talán. Arra gondolta a Zabos, hogy van egy tök átlagos külsejű lány, úgy külsőleg nem köt le annyira, mégis árad belőle valami olyan kisugárzás, ami miatt vonzódni kezd hozzá. Nem tudom rendesen megfogalmazni. Amúgy elvesztettek egy lájkolat, mert már csak 498, az előbb csak voltam 499. Kicsit 30, hullámzik, 4. kicsit hullámzik. Úgyhogy a következő lájkoló lesz az 500. Hotel Végtelen Rádió műsor néven találhatok meg, és uh... Az üzeneted első fele, tehát, hogy úgy gondoltad, hogy külsőleg nem kötne annyira, mégis árad belőle valami. Igen. Jó, de szerintem értettük, csak aztán a gábor akartuk vele frocklizni, nem? most még csak annyit, hogy el is fogadom, el is fogadom ezt. Ha valaki nekem egyszerűen csak meg tudja fogalmazni, hogy mi az a sugárzás, ami árad. Ez miből valószínű, hogy nem az, hogy mellé állsz és érzed, hogy rász. Tehát nem ilyen sugárzásról beszélünk, mint a beállsz az atomerőműbe, az megzöldülsz rögtön. Tehát a kisugárzása az, hogy a kisugárzásnak van valamiféle formája. Tehát hogy nincs, hogy a közelébe kerülsz, és interferáltok, és akkor vagy, vagy, vagy mit tudom én, mit csináltak. Vagy is, interpelláltok. hanem valamit kell csinálnia ahhoz, néznie, vagy mondania valamit, vagy valamit csinálnia, vagy egyáltalán, ha csak másokkal beszél, és hallod a hangját, mondjuk a hangja is számíthat. Tehát valamiféle kisugárzásra van valami eszköze, amivel ez nyilvánvaló. kerül. Meg valaki írta az ill illatot. Ja, igen, hát a kémiát. Ez, ez mondjuk, ez a kémia mondjuk leginkább, bármennyire szépítjük, az leginkább azért a, a szexuális, illetve hát a, a, nemek közti különbségeket hivatott el, elsimítani, illetve megerősíteni. Igen, de az illat az tényleg nagyon működik szerintem. Persze, az természetesen. Ez nem én... a az gondolsz. Mm. Nem, jó, persze, nyilván van benne egy csomó művi, mert a mosópor, amivel a ruháját mossa, meg a fokré, meg a minden érted, ez összeadódik. De az ősembereknél, akik ilyet nem használtak, ott nem. Az ősembernél mindenki elegánsan mamut és szarszagú volt, tehát itt nem lehetett különbséget tenni. Hát ők, ők, ők ősember szagúak voltak, és, és ők ott, most nem akarok belemenni, az ősembereknél is volt illat. Professzor Majgával. Volt illat, ez sajnos, hogy amit ma a kutyák csinálnak, tehát a, az ivarszervek illatát tekintették ennek, mert ugye most a tanállapotokban ez, ez volt a leg, legdominánsabb. Tehát, ugye írásos bizonyítékok erre. Ez az ősember belevést a falba, hogy muff, és oda dugott egy orrot, tehát így ebből derült ki. De valóban a, a feromonok, illetve hát a, a saját testszaga valakinek, vagy a bőrének az illata, ami ami kialakul gondolom a táplálkozásából, meg a génekből, meg a környezet, mindenféle összességben, ez, ez számíthat. Hogy ez szimpátiát vagy antipátiát kelthet, -e, ezt nem tudom. Ezzel szerintem. Hát ha valakinek nagyon rossz szaga van, akkor az mondjuk. nem szimpatikus valóban. Tehát, ha de ilyenkor nem érzel zsikerből egy utálatot, csak arrébb mész. Hát, attól, attól függ, hogy hogy. Én például nagyon nem szeretem, aki takonyszagú, nem tudom, az megvan-e az az nem. illat. Így? Takonyszagú. De van takonyszagú, hát igen. Hát ő érzi legjobban. Nem, hát az órában van. Hát ezt nem, nem tudom, Nagyon Nem, Te nem vagy takonyszagú, Vigyora. A, a Gábor sem takonyszagú. De majd leszünk. Én tényleg ért, értem, de biztos, hogy majd megkérdezek valakitől, aki ért az ilyen szagokhoz, hogy van-e biztos, hogy van olyan -e takonyszagú. Úgy Én... a második a <laughs> Én például, én például engem sokszor így meggyanúsítanak, mikor jövök haza munkából, hogy kutyaszagú vagyok. Én nem érzem. De feltehetően igen, mert ugye egész nap állatokkal embergek, tehát logikusan kutya és macska és egyéb tetűszagaim vannak. De én ezt nem érzem. Tehát a legtöbb ember, ha van valami zavaró szaga, mondjuk hagymaszagú, alkoholszagú, ő ezt nem fogja érezni, vagy maximum tudja. Hogy ez, ez a szimpátiát vagy antipátiát kiválthat egy másikban, ez teljesen attól függ, hogy ki mennyire érzékeny a szagokra. Én például találkoznék egy nagyon csinos nővel, aki szóba legyenne velem, és ilyen kisüsti pálinka szaga lenne, Ö, hát úgy gondolnám, hogy ettől még nem vesztettel a szimpátiámat. Sőt, a célokról sem mondanék le, amiket vele tervezek, csak nem ma. És Tól. ha fog, hagyma szaga lenne? Hát nem tudom, hogy első körben fokhagyma valaki randira, az mindenképpen számomra egy picit olyan. Nem szereted a fokhagymát? De én imádom. Én is imádom, de azt nem szeretem, ha valakinek fokhagyma szagol. Másnap már lehet, egész nyugodtan. Csak, csak első körben tisztelj meg azzal, hogy nem úgy jön, mint egy barasolja apró pecsanya két lábon járva. Tehát, tehát, de ettől mondom, a szimpátiámat nem vesztél, illetve ha, ha nem volt szimpatikus, attól, hogy ő, marha illatosan jön, és nyoma sincs rajta a fokhagyma szagnak, vagy bármilyen szarvíz, bármi vérszagnak, attól még nem lesz szimpatikus. Ez, 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 nem az a dolog, a kémia számomra nem az a dolog, ami a szimpátia. Hát inkább a cselekedetek, meg a, meg a hát a, a, kinézet, a cselekedet, illetve a, nem ebben a sorrendben, illetve a, a, a stílus, ami, ami esetleg szimpatikusá vagy antipatikusá tehet valakit ahogy a beszélgettünk is a műsor alatt, hogy megismerkedünk egy emberrel, aki, aki látszólag nagyon szimpatikus, mindenben nagyon jó fej, szim, szimpi, megyünk vele minden felé, örülünk, hogy végre van egy jó fej barátunk. Megyünk az utcán, szemben egy kiskutya, és az illető egy hangos rikoltással csüdre a kisállatot, fölrúgja a háztetőre agresszív van. Tehát mondjuk egy és olyan dolog terül nem, nem is És És ez, ez, nem is jó ez a példa, ez a kutyás, inkább macska, ellened irányuljon az agresszió. Szerintem nem, <coughs> Szerintem, mert az extrém. Hát pont de ezért engem jó fe, felrugód, közben. Nem, 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 hanem mondjuk, mondjuk, mondjuk ételemben ült a pizzát, eztek, és lejted a villádat, és... Uh, Elkezd veled ordítani. A és azt mondja, hogy úristen, te égő, maradjál, mert megfogja a kezdet, azt szólít, hogy ne égessél már. És látod a szemében a, a brutális a gyűlölete. Gyűlölete. Ja, hogy egy elmeháborodott. Igen, és odáig normális volt, és utána is, csak látod, hogy bizonyos dolgok kiváltanak belőlem agressziót, hülyeséget, vállalhatatlan Jó, szerintem ez azért nem jó példa, mert ez tényleg elmeháborodott, az más, de hogyha, érted, szemetel. Csúl nagyokat. Nagyokat, csúl. Vagy, vagy, vagy olyan mit. dolgokon viccelődik, ami nem kéne, szóval, hogy itt látod, hogy ilyen bizonyos ilyen jellemhibák vannak. Igen. A, egy a... lop, egy picit. Igen, cheer, eszer egy, eszer egy, társaságból, ugye a 90-es évek elején egy társaságból tartottam hazafelé, és ö, kocsival voltam, és ők ketten megkértek, hogy vigyem már el őket egy szakaszon, mert ők is arra mennek, hogy hajnaltájban voltunk, rendben van. Egy fiú volt, meg egy lány, testvérek voltak egyébként, a fiú másolva. A Vracsovszkékrek. Sisters <laughs> és Brothers. Mindegy, a fiút kicsaptuk útközben, a lány mondta, hogy még tovább jönne Obuda felé, egy helyen azt mondja hirtelen, hogy egy picit megállnál, csak egy pillanatra. Egy nagyon kedves, jól öltözött csinos lány volt. Mondta, hogy ne, hogy ne. Mert nem tudtam, mit akar. Kiugrott, és letolta a bugyit, és az útszélén, az a vak sötét éjszakával elkezdett pisélni a, 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 És ehhez miért kezd megállni? Hát nem akart a kocsi, ja, És akkor úgy gondolkoztam rajta, hogy ismerem-e pár órája. Úgy az ivar szerveivel nem ismerkedtem meg. Most ott letolt bugyival kuporog az útszélén, pár órás ismerettség után. Abszolút nem érdekli, hogy hogy bárki jöhet, vagy én esetleg kinézek a kocsiból, és látom, hogy ott pisilget. És gondoltam, hogy ettől elvesztette a szimpátiámat, és rájöttem, hogy tulajdonképpen nem. Te nem vesztett el, mert, mert annak mert ellenére, ez hogy, tök, tök hogy rendben van. Belegondoltam, hát most valaki jön, és meg kéne magyaráznom, hogy igen, én vagyok ezzel a lánya, legalábbis viszem haza, és itt pisil az úton, de nagy dolog alig ismerem. De legalább nem az van, hogy nyafogott neked, hogy neki pisilni hogy álljunk meg, menjünk igen. be valahova. Tehát a szimpátiámat nem vesztett el, pusztán pillanatnyilag uh -huh. égőnek éreztem a helyzetet. Ilyenkor ez, ez a dolog, ez függ attól, hogy benned hogyan csapódik le, és az, hogy benned hogyan csapódik le, az pedig függ attól, hogy éppen milyen, milyen napszak van, hogy vagy, és, és ilyenek. Meg és egyáltalán ettől függően a... fog ez szimpatikussá válni, vagy egyáltalán Egyáltalán az értékrendet. Tehát, ha De neked... Lehet, hogyha egy, egy, számodra előnytelen külső lány lett volna, akkor már zavarna, pontosan, hogyha pontosan nappal pontosan lett volna, már zavarna. Így hogy... van, így van, teljesen így van. Ö, van olyan ember, akinek olyan az én ismertem olyat, egy idősebb mérnökember volt, aki annyira viszolgott attól, hogy nyilvánosságban bizeljen, hogy mikor kirándulni mentünk egy nagyobb társasággal, még apámékkal, ő addig nem pisít, még el nem értünk egy turista házat, vagy olyan helyet, ahol legalább egy budi volt, nem volt hajlandó a fák közébe menni, a bokrok közé, tehát úgy azt mondta, hogy ez, ez nem emberhez méltó, ez állatok szintjére süllyedünk, ha a fák között húgyozgatunk, úgyhogy komolyabbról nem is beszéltünk, tehát ő, És, és én gondolkoztam, hogy hát Na, egy ilyen, ilyen felfogású ember valószínű, hogy egy életre meggyűlölte volna ha, ezt a igen. teremtést, aki kiugrik az útszéren, és tolja a sárgát, és meg ott ül az autóba, és azt mondja, hogy Jézus Mária, mert ez undorító, és ott hagyta volna. Nyilván vagy rálép a gázba. Ha valakinek hajra. az értékrendjében ez belefér, akkor ettől nem lesz ellenszenves valaki. Sőt, van, akit, van akit mondjuk ez az úgynevezett vagányság, szimpatikusá tehet. Tehát úgy vagy, hogy milyen kis savanyú jóská ez a kis, kis picsa hogy egész este csak mufogott, meg le, 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 Na most meg milyen vagy oda izé vagány, oda pisil a pázsi célére. Jó fejez a csaj, laza a derék, és már is De mondjuk vannak van. olyan tulajdonságok, amiknek a megléte az biztos, hogy antipatikus hát az illetőt gondolk az alantasságra. <laughs> alantasságra, mit értünk? <laughs> hát... Um... Nem tudom, hogy ez hogyan bukkanhat elő akkor, hogyha viszonylag kevésbé ismered a másikat, de például a, annál maradva, hogy hazaviszed a lányt, és, és mentek a, az üres országúton, és akkor felét súg valami olyasmit, hogy valakit ki akar beszélni, de bocsmány mondom, ez a szövetséget keres. Nem zavar, nem zavar, nyugodtan szívesen plázikálok. Olyan már volt, hogy egy jó barátom alak, mentünk az utcán, éjjel szintén csatangoltunk hazafelé, és nem volt cigarillánk. Tehát úgy gondoltuk, hogy valahol vásárolni. Én akkoriban még nem volt ilyen benzinkút és megálltunk, összembe egy viszonylag ittas állampolgár, eléggé tántorogva, és a barátom odabalagott hozzá, és kért tőle egy szál cigit. A csok olyan része volt, hogy azt se tudta, hol van, így elkapott egy fágat, azon fityeget, és közben a belső zsebéből elővette egy doboz cigit amit az én barátom szemreben és az egész dobozt kivette a kezéből, <laughs> sem és, és jött tovább velem. <laughs> Időből mondja, hogy gyújts rá nyugodtan, hoztam egy csomót. Mondom, de hogy lehet ekkora paraszt, hogy elveszett el az egész dobozát. az úgy sem vette észre, hát azért már aludt a fára csavarodva. Nem, mondjuk hát, a... ugyanez egy buliban, hogy a lány ilyet csinál, ilyen dolgot. Na hát most, ha aranyláncot veszel és odaadja nekem, akkor azt mondom, hogy hát szimpi. Amúgy, amúgy, nem, hát ezt társaságban nem lehetnek csinálni. Hát hogy ne lehetne? De nem, nem hát pont akkor ez, lehet, hogy el tudsz menni. Mondjuk, mondjuk az autóban valja be neked, hogy a, mielőtt elindultatok és búcsúzkodtatok, a mosogatógépbe rakott valamit, nem tudom. Csak nem... <sínt> <sínt> És most már fel De is robbant azóta. <sínt> <sínt> és jó fej voltam? Hát biztos. Igen, tehát, hogy és tényleg így őszinte kerek szemekkel kérdezett, hogy jó fej voltam? És te arra gondolsz, hogy legközelebb lehet, hogy nálad csinálja meg ugyanezt. Te Igen, hát, veszélyben vagy. Ilyenkor, ha az embernek van, vannak szándékai a hölgyel, tehát úgy érzem, hogy éppen jó lenne valamire, vagy úgy éreztem, akkor mindenképpen elmélázom. És még ha nem is szimpatikus, amit csinált, annak ellenére szit a pillanatnyi sikerkedvére, kedvére azt mondom, ah, de jó fel, vagy hát ne csak megúszszák valami, nehogy aztán ellenszenvesé váljak, mert a legtöbb ember, ha kritizálják, amit csinál, akkor -e, kicsit megsértődik, vagy elmegy a kedve mindentől, és ezt az ember nem akarhatja, mikor éppen egy, egy laza kalandra vágyik. Tehát viszed a nőt, akkor valószínűleg nem fogsz vele vitatkozni, sem politikai, sem ideológiai nézetek, rá, Hát, minden. de hogyha mondjuk akkor alakul ki, akkor lehet. mondjuk, akkor mondjuk ez befolyásolhatja. Megvan az ötszázadik. No. Mondom is. Én. Edward Wong, Tibrus Kien, és lehet, hogy engem szívattak, és direkt csináltátok, ha nem, akkor viszont... Olvasd csak fel a nevét, és tapsoljuk meg. És azt érte nekünk, hogy ötszá. Ötszá? 500 Kínai kereskedő. Na, Utána a beírta, hogy 499, de nem, no, mert 500, lacapata. mert, ki -e? Lehet, hogy valaki visszalépet, hogy utána ő legyen az 500 Mindegy, viszont most 500 at ki, egyszer elérte, úgyhogy megvan az 500 Volt egy, félben. screenshotot csinálja azért róla, szerintem. Screenshot? De hát, ha nem, ne, így mondanák, hogy screenshot, de valami más. Screenshot, ez Bocsánat. ezen a gépen nem tudsz, hogy csinálni. Na, zenégessük. következő műsorszám epilepsiás rohamot vagy deviáns viselkedést okozhat. A mellékhatások tekintetében kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Folytatjuk a Hotel Végtelent mai műsorunk témáját, és a szünetben rengeteg érdekességről beszélgettünk. Ezekkel fogjuk folytatni. Például Munkási Mihály. Munkási Mihály, de nekem az jutott eszembe, arról nem beszélgettünk, hogy de hát nagyon érdekes. Tegnap előtt voltam egy kis osztályövetelen. most találod ki, ezzel beszélsz nem, 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 tényleg, azért beszélk ilyen lassan, mert nagyon késő van. Szóval, és volt ott egy fickó. Fickó, igen. Nem, fickó. <laughs> hát sehogy nem nézett ki. Szóval, hogy tényleg, akin úgy átsiklik az ember szeme. Ilyen hátam, semmilyen formájában kopa. Tehát totál érdektelennek nézett ki tényleg. És uh, én beszélgettem valakivel, és aztán az úgy oda is sodródott, és még akkor is néztem, hogy jó, hm, és aztán elkezdtem odafigyelni, és annyira viccesen beszélt. Amit mondott, vagy ahogy mondta? Mind a kettő. Mert mint kiderült, pozsonyi volt ráadásul. Tehát nyilván azért ugye hallható a, a másfajta beszéd egy kicsit, és azt szerintem az nagyon szórakoztató. Ő is van, ezeket a szlovákiai-magyar beszédeket, nekem is tetszik. Olyan elmondhatatlan humora volt, tehát ez az ilyen, ilyen szikár... Nagyon, nagyon a vicces. Mesélt, vagy amiké, De, vagy mes... A stílusa? Az azt maga, hittem, hogy így akarod felvezetni a kult viccünk. Nem, 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 tényleg. És, és hát nyilván utána már nem fordult meg a fejembe, hogy ez érdektelen ez a fickó. Hát szimpatikusá vált. Nagyon. Pusztán, most amit az elején mondtam, hogy hogyha nem kelti fel az érdeklődést semmivel, csak azzal, hogy tehát semmiféle külső, a meg se szólalna, észre se hogy ott Igen. van. Igen. Míg van olyan ember, akinek meg se kell szólalni, és mindenki őt fogja nézni, ennek valószínű, hogy vagy nagyon előnyös külseje van, vagy, vagy egyszerűen a megjelenése olyan, hogy vonza a szemet. Ez, ez leginkább nőknél fordul le. Tehát nők tudnak egy társaságban úgy kiöltözni, vagy úgy viselkedni, valóban beülni, és csak hangos kacagásra jelezni, hogy ott vannak, hogy minden szem rájuk tapad. Ettől még igen, nem az ritkán van különben, hogy egy férfi, aki nem jó az ezt meg tudja csinálni. Kivéve egyetlen szituációban, amit éppen föl akartam vezetni, és ezért vagyunk mi profik, mert hogy így adjuk, veszük itt a gondolati fonalat, hogy mi van akkor, ha valaki ritka? Tehát egy társaságban, egy 20 fős háziban egyetlen egy pasi van, aki egy tök átlagos, na de ő az egyetlen. Hát persze. Szóval, hogy ilyenkor felértékelődik az ő ritkasága. Hát nyilván igen, csak hát akkor... jobb, jobb hián, igen. De... Csak akkor lehetne ehhez taktika? Bár, hogy... Teszem hozzá, én például jártam olyan osztályba, ahol 36-an voltunk, 32 lány, 4 fiú. Oh. Az 37? Most elkezdtél számolni. Wow. És, és hát bevallom, hogy még ettől sem értékelődött, hát, fel az a 4. Hát de, hogyha egy lett volna? Hát, azért viszonylag ritka az a társaság, szerintem. És voltak párhuzamos osztályok is. Ahol egy fiú van és, és az összes többi lány. Én voltam Miért mondjuk egy... a nővérképzőnek a, a, az éves báján? van köztük egy fivér? Az összes többi nővér? Én voltam egyszer úgy egy szilveszteri múlatságon, hogy csak lányok voltak. Tehát belecsöppentem, mint Pilátus a krédóba. Különösebben nem éreztem jól magam, sőt, meg kell mondanom becsületesen, hogy nem értékelődött fel a, az ázsiom, tehát <laughs> nem álltam le gatyával, és vártam a sort. Tehát nem, nem, ez történt, hanem teljesen normálisan tudomásul vették, sőt, még én éreztem magam kicsit kellemetlenül, mert ugye úgy döntöttek, hogy egyedül vagyok, hát akkor női esetve vagyok, és bármiről beszéltek lazán, én meg pirultam össze-vissza, mm. mondjuk nem pirultam, de, de, bizonyos dolgok azért napvilágra kerültek, amik valószínű, hogyha több fiú lett volna, már nem. De úgy érezték, hogy egy fiú nem fiú, és, és ehhez mértem viselkedtek. Pedig az ember azt gondolná, hogy te egy szerencsés helyzetben voltál ebből a szempontból. Én igen szerencsés helyzetben voltam, pusztán nem volt kivel beszélgetnem, ellenben tényleg jól éreztem magam, mert ugyanúgy nagyon kedvesen beszélgettek velem is, egyértelmű volt, hogy senkire sem tudok ráhajtani, mert vagy mindenkire, vagy senkire, úgy nem tudtam. Mert ha egy és fiú ha van, egy fiú van, akkor fogok egy lányt félrehúzni. és az nem az lehet. többi lány meg ott ül, és néznek engem, vagy micsoda. Hát nem, hanem behúzol egy asztalt, középre leülsz, és akkor azt mondod, hogy követeket meneszthettek hozzá, én vagyok Na, a király. Lehet ide járulni. Nem, nem. Ez, ez megint csak olyan helyzet volt, hogy ettől én még nem lettem szimpatikusabb, egyedül voltam még kapósabb sem, mert... De, de hogy, már, hogy, hogy kerültél oda. Ez úgy történt, hogy, hogy a, 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 hölgyek készültek arra, hogy hajnal egykor elmennek egy szórakozó helyre. De csak lányok. És összegyűltek egy lakásban nyolcan. Én pedig úgy voltam, hogy én pontosan otthon ültem egyedül, és nem akartam sehová menni. Semmi szándékom nem volt szilveszterkor menni, sehová megnézni a saskavarét és aludni. Az az minőségi szórakozás. <laughs> és, és, akkor egyszer csak betoppant az egyik lány, egy régi barátnőm, nagyon kedves barátom, és, és mondta, hogy mit ülök én itthon. Hát mondtam, hogy ez van, nagyon jó, akkor szedd össze magad is jössz velünk. És nem és a saskabarét? Mi Nem, nem, én Mi mondtam, hogy bele? legalább a saskabarét várjuk meg. <gül> <gül> és akkor, de azt mondta, hogy nem, nem, és akkor oda vonzolt ebbe a társ, ahol én valószínűleg ismertem nagy részt. De felvettétek a saskabarét. Hát, Videóra? Eh, <laughs> Másnap sírva megnéztem tízszer. <laughs> <A> Nemetéstől. <laughs> 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 és mondtam, de jó, hogy inkább oda Na és akkor hát így történt. Tehát mondom, én ettől nem lettem sem <coughs> szimpatikusabb, sem antipatikusabb senkinek, mert aki utált, akik ott voltak, bár nem hiszem, hogy volt olyan, annak nem lettem attól szimpatikus, hogy egyedül voltam csak ott fiú, mert nem tervezett velem semmit, sem férfi, sem nem férfi mi voltomban. Akinek szimpatikus voltam, az meg úgy volt vele, hogy hát itt vagyok, azt jól van. Hát, és ez nem minden tartozik történik. szorosan, de ha már a sas beszélünk, az minek a rövidítése? A sas? A kabaré vagy a sas? A sas. Sas kabaré. nem tudom. tudom. A az ami videó. A sas nem tudom mi, minek a rövidítése. Super. Anti. <laughs> Sándor. Tudom, nem, ez ez. nem jó. Hát nem az igazi. Jó, de aki tudja, vissza, mondok SMS számot. 70-es, 70-60. 995. Minek a rövidítése a, kabaré. Hát, van Hol egy a angol, sas kabaré? A angol, speciális Sose aludj <laughs> Lehet. Van egy különleges osztag, azt hiszem angol vagy francia aminek sas a, a rövidítése. De, azt sem tudom, nem viszám, viszám, hogy... Hát nem van az ügy a József Ez légi, nem? Légi? Hát a sas az légi, de a komando az, az nem. csak lepülő harcolnak. Egymást lövik. Az csak lesz van előbb-utóbb. De felszállnak, meg egy kis csatát a magasba, és visszajönnek. Igen, meg. így van. Így van, igen. Ez egy önpusztító kommandó, bizonyos immunbetegségekre hasonlít. Igen. I'm on. Tehát Na, akkor a szimpátia, tehát, hogy az, hogy valaki ritka a társaságban, hogy mióra fogalmazott, én úgy mondom, inkább, hogy egyedül van, vagy kevesen van, az, az ettől még sem szimpatikusabb, sem ellenszemesebb. Hát van azért attól függ, szerintem egy darab fekete nő egy buliban. Az királyság. Azért, ő neki nem, nem vesz. Ez 50 fekete nő egy buliban, az <laughs> Az még jobb. Ugye szeg, fekete gondol. Igen, igen. Hát az ember azért elgondolkozik azon, hogy most ő eszik, vagy őt fogják megenni, tehát így ezért felmerülhetnek benne gondoltok, akik nem ismeri ennyire ezeket, a, ezeket, az etnikai dolgokat. Mindenképpen az, hogy valaki eltér külsőre a, a, az ott levő összes többitől, legyen akár a bőrszíne, bár az ma már nem annyira kuriózum, de ezelőtt tíz évvel azért egy társaságban megjelent van egy színesbőrű férfi vagy nő, Hát, oké, okay, az utcán orra. nem annyira kuriózum, de mondjuk, ha a saját társaságodba gondolkodsz, de még most, ha elmész kocsmába a de most, ha az van, hogy az asztal körül hát tiketten, néger. meg két, néger, két néger, meg három kínai, hogy... Igen, ez ritka. Ellenben mi vagy... Nem és vagyunk, és... vagyunk célország a bevándorlás tekintetében. Speciális szóval. miatt elég sűrűn töltök délelőttönként iskolákban, óvodákban, órákat, mindenféle tevékenységekkel. Jó, mert a buliban van, aki négy éves, igen. Az egy az az csoportokban, most, ahogy például azban, abban a kerületben, ahol én mászkálok ilyen helyekre, a csoportok, nincs olyan csoporton, ne lenne legalább egy ázsiai, és legalább egy más, tehát más színes bőrű, vagy valami kisfiú, kislány. És cigány gyerekek is vannak. Azok is vannak. És egyszerűen úgy vettem észre, hogy ez nekik abszolút nem, tehát nincs olyan, tehát folyékonyan beszélnek ugye tökéletesen magyarul, mert valószínűleg más nyelven nem is tudnak, tehát csak a, csak a külsejükben ö, azokban a jelezetes ázsiai vagy, vagy afrikai vonásokban térnek el a, az európai arcoktól. A gyerekeknél ez ebben a korban még hála Istennek minden, semmi, minden. semmi jelentősége nincs. Tehát e o, hát majd minden. anyuék szépen nézik. Majd bemérgezik rá rá nem az agyukat. A, <há> <há> Jó, ha hozzájuk nem mehetsz zsúrba, hű, De vigyázzál, mert az milyen fertőző. Hozzá ne a fekete majd nem, megfogaszt azért kifőzzük. Is van. <sínt> ne adod a ruhádat a kis, kis, zaidának soha. Aztán olyan betegség kapsz, hogy leesik az arcod. És csak a szegény gyerek ugye csak ezért mellé, az izé platina szőke, izé ol olzenikrek mellé, mert odaülni, mert azoktól nem kap valószínű semmit. Az összes kicsit csodé, de bárnyalható bőr mellett, hogy Jézus Máriám mindenképpen van fújva, mindenféle Eddig mai lehet, hogy itt lehetne megakadályozni. No. Hát, megpróbáljuk legalább. Hát az a helyzet, hogy ilyenkor szoktunk elmenni nagyszünetre, ez most sem fog másképpen történni, addig, ameddig zenéljünk, addig SMS számunkat mondom, hát ha írtok nekünk, 70-es, 70, 60, 995 adás, illetve nagyszünet után jövünk vissza az üzeneteitekkel, mert arra már most nincs idő, de 5-6 perc múlva itt vagyunk, ismételtem. Köszönöm, A személyzet stílusáért a hotel végtelen vezetése nem vállal felelősséget. Kérjük, legyenek elnézőek. Csak a munkájukat végzik. Itt vagyunk ismételten veletek, folytatjuk a hotel végtelent. A mai műsorunk témája az antipátia, és mivel nem érkezett megfejtés arra, hogy mi lehet a sas kabaré nevezetű műsorban a sas, mint mozaik szónak a jelentése, ezért folytatjuk üzeneteitekkel, illetve a következik. Gábor, mi az a kult Ez Az egy jó kis viccek. Aha, hol találhatóak? Ez a kultvic.blog.hu nevezetű honlapon található. Egy nagyon tehetséges brigád szerzőket őket, és teszi fel. Ajánljuk mindenkinek, mert ez a humor érzék fogmérője uh -huh. A humor nagy ágyúja, hogy a mondták mondták. Van közben itt azt értem, nem mostanában, hanem egy olyan két héttel ezelőtt. Három héttel ezelőtt, hogy a kult nem viccesek. Nem, ez, banoknak az, ezek szerint nincs a humor a rossz napja van szerintem csak. Többször írta ezt már, tehát valószínűleg neki nem jönnek át annyira. Több kult kell olvasni, Persze, és, és akkor utóbb... fog, mint a gyémánt. Igen. A mai felolvasandó viccünk címe a két menekülő egér. Na. <kül> Olvasom. Két kisegér fut a macska elől, de úgy tűnik, hogy hamarosan beírja őket már, mint a macska. Menekülés közben megbeszélik, hogy szétválnak, így az egyikük legalább megmenekülhet. Szét is válnak, egyik egér jobbra, a másik balra szalad, és bíznak a szerencséjükben, hogy a macska a másik irányba megy. A macska a bal oldalra kitérő egeret kapja majd irányt vált, és elkapja a másik egeret is. Két rettegő egeret a mancsában tartva így szól. Na meg, még jó, hogy elkaptam őket most, és nem sokkal, de sokkal később. <coughs> A világ legjobb viccei van Anti Csillag, ez ehhez képest kutya Hát, olyan Na, hát és Kultvic.blog.hu. és antipátia. Antipátia. Na, akkor lépjünk át abban a részben, amikor már kapcsolatban van két ember. Most most ne, ne választjuk külön, hogy most baráti kapcsolatban, vagy bármilyen kapcsolatban, vagy esetleg férfi-nő kapcsolatában. És gyakorlatilag együtt vannak egy bizonyos ideje, teljesen mindegy hónapok, évek valami. És egyszer csak bizonyos tulajdonságok, amik szimpatikusak voltak a másikban, vagy legalábbis elfogadhatóak, egyre inkább antipatikusak kezdenek Azért, válik. mert megváltoznak ezek a dolgok, vagy mert benned változik meg valami? Pontosan, ezek a dolgok nem változnak. Tehát ha valaki egy sudri paraszt, és, és minden reggel a hóba köp, mikor kilép a kapunk... <kül> lehet, hogy régen elnézted neki. Pontosan, ez, ez nem változott. Ettől még ha akkor szimpatikus, vagy legalábbis nem volt ellenszemes ez a tulajdonsága, ettől még ez nem kéne, hogy ez idő folyamán, az idők folyamán ez változzon. Ezek a bizonyos antipátia, illetve szimpátia kialakulások, de inkább antipátia, tehát ez jobb nem lesz soha. Olyan még nem volt, hogy valami ellenszenves, így múlva azt mondta az embert, jó, ez is tetszik is nekem. A fordítotja igaz, hogy bizonyos tulajdonságok, amik szimpatikusak voltak, egy idő múlva átcsaptak az ellenkező végleg. Jó, olyan van néha, hogy valamit nagyon furcsa ez, hogy különösnek tartasz az elején, és aztán megszokod, nem? Hát megszokod, mondjuk nem kedveled meg, ebbe igazad van, megszokod. Tehát úgy vagy vele, hogy hát nagy dolog, most puf. Amikor bizonyos körülmények változnak, tehát a kapcsolat esetleg lanyhul, kihűl, vagy, vagy, vagy esetleg egy komolyabb veszekedés, egy komolyabb vita alakul ki köztetek, akkor jönnek elő ezek a dolgok, hogy, ahogy szokták mondani a vidéken, még a szar is büdös, tehát, hogy ami, ami idáig fel se tűnt, akkor rögtön azt mondod, ja, hát és persze, na még ez is, meg ez is, és akkor a szerencsétlen megdöbbenve mondja, de hát idáig semmi bajod nem volt ezzel, meg elfogadtad Nem érdekel, eddig se tetszett, csak eddig nem tettem szóval. Már is bizonyos tulajdonságok, amik, amik eddig belefértek a normáidba, legalábbis látszólag belefértek, az antipatikus mezőre legelézték át magukat, hogy ez hogyan van. Ez a legtöbb ember számára felfoghatatlan, hogy Hát dolgok, ez gondolom, amit... ez azért van, hogy mert ha egy odáig valami teljesen más volt a sokkal fontosabb, és idővel pedig elkezdted látni azokat a dolgokat, amik ahogy múlik a varázs, úgy tűnnek, Pontosan. tűntek elő Tehát nem az, hogy elkezdted látni, mert elkezdted látni valóban, mert Elkezdte akartad. odafigyelni. Igen, tehát figyeltél rá. Vannak, amikor az első időben, ez lehet akár egy év is, vagy tíz év, vagy akár 15 év év vagy is. akár 13 év is, az első időkben ugye azok a, a pozitív dolgok, amik, amik meghatározzák egy kapcsolat összetartó erejét vagy értékrendjét, annyira dominánsak, hogy elnyomják azokat a tulajdonságokat, azokat a, a cselekményeket, dolgokat, amik alapjában véve egy olyan ember számára, mint te antipatikusak lennének, csak ebben az esetben úgy vagy vele, hogy hát elnézed, elsiklasz, ahogy egy pici, pici rés támad a, a váron, tehát hogy meging az alapja a kapcsolatnak, ezek a, ezek a mondjuk így elfogadott vagy nem ellenszembes tulajdonságok abban a pillanatban méltó helyükre kerülnek, itt idézőjelben mondtam a méltót, a, a nem megszívülendő, antipatikus, ellenszembes tulajdonságok közé. Mondhatjuk, hogy hogyha is nem manadnak. szerettél volna bele ebbe az ember, akkor nem is lett volna szimpatikus. Biztos, biztos. Tehát ö, ö, bizonyos tulajdonságok, ö, amik, amik mondjuk más embertől ellenszembesek lennének neked, az. az ö, az felőle is ellenszemes. Az felőle is hogy Aha. legyen, csak a ti speciális sajátos viszonyotok ezt úgy hozta, hogy ez nem tetszik. Mondjuk nekem volt már olyan, aki viszont tényleg megváltozott. Mert ugye ez is egy ilyen alapvető kérdés, hogy változnak-e az emberek. Egyáltalán nem, ember is több iskola van. De én ismerek olyat, akit imádtam régen, mi mindent szempontjából, és ma tényleg nem tudom elviselni. De nem voltunk olyan szoros kapcsolatban, hogy hogy ez működött volna, ez a mechanizmus, hogy úgy... És a, a, ő megváltozott? Me, meg. Hátrányára felteszem. Történt jön. valami konkrét, vagy pedig egyszer csak hát azt Hát nem, észre, nem, hogy... van, oh, szép lassan. Mm -hmm. A szomorú ez abban, hogy akiről most konkrétan mondjuk a Vilma beszél, vagy bármilyen -e hasonló szituációban, az illetőt megkérdeznénk, hogy szerintette te változtál, azt mondaná, hát szerintem semmit. És az emberek nem érzik. Tehát ő, ők valószínűleg úgy vannak vele, hogy hát ők tulajdonképpen nem változtak, bizonyos körülmények esetleg változtak, amik, amik színében ők másképp tűnnek fel, de ettől még ne legyenek már ellenszembesek. Vagy, vagy Mely nyilván, mondjuk, pedig így van. nyilván az is, az is más, hogyha nagyon fiatal kora óta ismer az ember valakit. Tehát, hogy nem felnőttként ismered meg. Ja, hogy mondjuk szopos gyerek kora óta, és akkor. És elfogadtad akkor. Úgy. akkor azért nyilván változik. Tehát mondjuk 15 éves korához képest. Attól függ, milyen gyakorisággal közömből. találkozol vele. Tehát, ha a napi rendszerességgel mondjuk 20-30 éve ismersz valakit, elképzelhető, hogy ő egyre egyre szarabb lesz elviselni az ő dolgait, amellett, hogy nem fogod a barátságát sem felrúgni, sem elveszteni, csak úgy leszel vele, hogy, na hát, nagyon szeretem, mert nagyon régi barátom, de annyira hülye dolgai vannak, hogy komolyan, ha nem ismerném ezer éve, azt mondanám, hogy egy utolsó tahó. Igen, ez mondjuk egy... ez is fura, hogy ez tökre működik, hogy hát, hát jó, az, viszont, viszont ezer évszek. Ez a lesz a legjobb barátom, hát ott tegye a fene. Egy idegen embertől, vagyis egy újonnan készülődő ismerőstől jóval kevesebb toleranciát várhatunk el. Tehát ő azt mondja, hogy így ismertem meg, nem szimpatikus kész. Tehát nem veszi az energiát bizonyos kor fölött, vagy bizonyos türelmetlenségi szint felett valaki hogy igazából megismerje, pillanatnyi benyomásokból dönt, amik szimpatikusak, nem szimpatikusak, és ezt e szerint esetleg beskatujáznak valakit, vagy legalábbis betesznek valahova, amiből igen nehéz kijönni. Ez főleg munkahelyen jön be, tehát ha, ha a főnök a új helyre kerülsz, és a kollégák felismernek valahogy, hogy első a bemész, és ott hogy lemegy az összes papír az asztalról, lehet, hogy abban fel vagy fújódva, és aznap mentél be, de nem vagy olyan kis fingós, így leszel elkönyvelve. Ha már itt Ez házom... iskolában is így van. Hát hát az igen, biztos. is. <laughs> hogy ha már itt tartunk, akkor itt is igaz az, kérdezném naivan, hogy az első benyomás az nagyon meghatározó, és hogyha te nem is vagy olyan, mint ami róla látszik, vagy lesőt, ha mégis fontossá válik ez. Hát, mégis így fognak megítélni. Hát azt mondják a lélekbúvárok, hogy egy, egy férfi és nő kapcsolatában az, hogy mikor találkoznak az első, most nem emlékszem pontosan, hogy tíz vagy egy tized, de inkább legyen tíz, másodpercben eldől, hogy Egyáltalán folytatódik ez a kapcsolat valamilyen szinten, vagy soha többet nem fogják látni egymást? Ez Magyar nekem kicsit úgy de fogadjuk igen, el. Tehát te ezt el, ezt el, egy kicsit, kicsit tartom. Lehet, hogy az idő az nem konkrétan ennyi meg ilyesmi, de mindenképp a kapcsolat első periódusában, ami nem tudom, hogy másodperceken mérhető-e, de tegyük fel, hogy nem, de valamilyen szinten azért korai időpontokról van szó. Eldől, hogy, hogy az illető mint férfi vagy, mint nő, hát nem-e válogatja, bejön-e neked, vagy nem, nem is válogatja. Nem-e. Nem -e? Igen. Nem-e. Nem 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 e? <síthat> <síthat> és kis tartja. Na <síthat> most valószínűleg a szimpátia is így van. Tehát ha valaki, olyan nincs, hogy megismertem valakit, aztán egyre szimpatikusabb lett. Szerintem van. Hát én nem, nem, nem tudom elképzelni. Nem -e? nem Nekem nehéz. volt már, ilyen pont ezen gondolkoztam most, hogy, hogy azért sem feltétlenül igaz ez a tíz másodperc, mert jó, egyrészt ugye a a, a, a romantikus komédia műfaja alapvetően erre van kitalálva. Ugye, hogy már az egész nézőtér üvölti, hogy de hát nem látod, hogy egymásba vagytok szeretve? És ők még mindig nem látják, csak majd a végén. De egy ilyen tényleg van. Már nem hát. úgy, ahogy ott. De nekem volt olyan, hogy ismertem valakit tök rég, nem, nem volt ellenszenves, meg semmi. De ez valógy jó. És nagyon lassan kialakult Tehát a cselekedetei az. Vagy a vagy a Igen, vagy meg után. az egész illető, de van olyan, hogy évek alatt kialakul, hogy egyszer csak rájössz, hogy Itt ismét azt kell mondanom, hogy definíciózavarok vannak. Neked nem szimpatikus lett az ember, hanem megkedvelted. De a szimpátia, ugye az, az szerintem, legalábbis szerintem, de lehet, hogy most megint óriási tévedek, az egy, az egy pillanat alatt, az egy benyomás. Tehát az, persze, az, az, persze. az változhat, de szintén egy pillanat alatt. Tehát Nincs olyan, szóval volt ilyen, hogy olvastam valahol, hogy ilyen, ilyen ótvaros női honlapokon, meg ilyen, ilyen nyálas szerelmes lapok, lapocskákon, hogy megismertem egy fiút a nyaraláson, akkor beszélgettünk sokat, aztán mászkáltunk De ide, és a többi, mert kötelező volt, uh -huh. és akkor szép lassan, szép lassan szerelmes lettem beléje. Ezt a baromságot. Hát nem, ilyen. Hogy lehet? van? Fokozatosan lesz szerelmes. Ó, nem, nagyon ha az első is. pillanatban nem lesz szerelmes, akkor soha nem lesz. Nem, ez nem igaz. Én azt hiszem, ez hogy a szerelem, igaz. mint pillanatnyi fellob, mint fellobbanás, ez nem tud kialakulni. Így gondolom a szimpátiával, is, a szimpátiával is, hogy a szimpátia az egy kvantuma. Vagy van, vagy nincs. Ha nincs, akkor az soha nem is lesz. Ez lehet, de a szerelem az nem ilyen. A szondadú. Igen. A megeszi. Én nem tudom elképzelni, ha valaki be első pillanatban nem nem, nem, nem nem vált ki, most nem konkrétan esetleg szerelem, de nem vált ki bennem egy egészen komoly ő, ő, fizikai és, és szellemi vonzódást, az ki fog alakulni. Főleg egy ellenneműről van szó. Tehát ezt, ezt nem tudom elképzelni. Azt, Jó, ebben hallás... lehet, hogy tényleg mások a férfiak, meg a nők, mert <coughs> azok mohova. nekem meg abszolút van olyan, hogy attól, amilyen valaki, vagy amilyen szellemileg ráadásul attól egyre vonzóbb egy idős házaspár ismerősöm volt. Hát, mint a, amit volt. mondtál, a pozsonyi akcentusos emberként. Ja. Jó, ő, ő mondjuk így Jó, nem... Jön, jön, nem. Igen. Okay. Volt egy nagyon idős házaspár ismerősöm, már szegények haltak meg felé, hogy ők mesélték el egyszer az életüket, hogy ők együtt dolgoztak egy gyárban, még mit tudom én, a 40-es években, és, és úgy nézegették egymást, de különösebben senkinek semmi nem volt tervezve, és akkor sokat beszélgettek, meg úgy szépen, és akkor, akkor úgy bele, összemelegettek, hogy összeházasodtak, és leéltek egy életet egyik sem mondta, hogy szerelmes lett. Soha nem mondták ki ezt az volt. Azt mondták, hogy egy nagyon jó ember volt, nagyon derék asszony, nagyon becsületes, nagyon szorgalmas, mindig megvolt az étel, tiszta ruha, mindig hazahordta a pénzt. Tehát ők szépen megszerették egymást az idő múlásával, csendben elfogadták egymás közeledését, társaságát, úgy érezték, hogy ez, ez elegendő hoz, hogy lejjenek egy, egy relatív hosszú életet szó sem volt róla, hogy bármelyik csak szerelmes lett volna másikba, aztán szimpatikusnak találták egymást, és ezt semmiféle körülmény nem zavarta meg. Mert... Igen, mondjuk ez nem annyira egy pozitív történet, bizonyos nem, szempontból. De, mert... nem szempontból más szempontból, meg nagyon is. nagyon, más igen, nagyon szép történet, mert nem hagyták el soha egymást, és más együtt az... meg. Jó, viszont a, még, a, még a szervezett házasságoknál is előfordul, hogy egymásba szeretnek. Hát ez a más tényleg. Hogy csak kérdése, ő... hogy... Úgy a... értitek a szervezett hogy hogy nem tudod, hogy ki lesz a jövendőbeli? Igen, igen. Azt hiszem, van egy ilyen tiszteletes valamilyen koreai madár, aki, aki szervez ilyen csoportos esküvőket. Na most ezt képzeljétek el, nekem egyszer volt Na egy Na jó, ilyen de történetem. ott tudják a házasolandók. Nem dolgok. tudják, nem tudják. Képzeld el egyszer egy, egy internetes honlapon, éppen egy magány, magányos, éveimet éltem, mit tudom én hány éve volt, tizenvalahány éve, és egy internetes honlapon nézegettem egy ilyen társkereső oldal, de nem magyar volt, hanem koreai. Én csak úgy nézek. Szóval hogy mi? elolvasni? Hát angolul van. Egy koreai honlap angolul van? Koreában minden angolul van. Amit azt akarják, mm -hmm. hogy a külföldiek is értsenek. A lényeg az, hogy kértek egy pár adatot, hogyha esetleg érdekelnek az ő hírlapjaik, vagy hírújságjaik, akkor ezt ők megküldik. Meg is küldtem az adataimat. És egy, egy két hét múlva kaptam egy e-mailt, hogy... Csomagot. Egy e hogy egy hölgy vár engem x és x helyen, és beszélni szeretne velem. És én nagyon örültem, hogy ám ilyen hamar társam lett. Mondjuk nem írta, hogy hogy néz ki meg. Minden bementem az illető vendéglátóipari szottyadékba, és hát ott ült egy meglehetősen előnytelen külsejű, de, 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 kul hóreai. de kulturált magyar nő. És <laughs> beszélgettünk, és kiderült, hogy ő ennek a, nem mondom ki a nevét, mert antireklám lenne, ennek a tiszteletesnek az embere, és ez a tiszteletes, ez minden évben csinál egy esküvőt, ahol mit tudom én, tízezer embert ad össze, akiket ő fog eldönteni, hogy ki, kihez passzol. Tehát ő az én tulajdonsságam ő Isten erejével fölméri, megtalálja hozzám illő párt, és akkor és akkor és nagyon ott boldog... nincs a pelláta. És kérdeztem, hogy amennyiben nem én belemennék, amit már most felejtsünk el, na de, ki lenne az én feleségem? És mondta az élető hölgy, hogy hát ezt senki sem fogja tudni, ezt az utolsó napon fogom megtudni, amikor megjelenek az esküvőn, az valószínű való le Ez valami vicc. Ez nem, ez halál komoly. És akkor érdeklődtem, hogy lehetséges mondjuk egy, egy tanzániai, vagy egy, vagy egy mongol, és mondta, hogy ne lehetne. Most hogy fogjuk megérteni egymást? Már úgy alakulna, hogy oda megy, ott áll ilyen csúziszájú szájú zulónő, és, és, hogy mit beszélek vele? Hát a kis mondani hogy zulul, hogy igen. És mondta, hogy majd ez megoldódik. Tehát itt semmilyen fennakadást nem kell produkálni. Ha minket a sors és illetve ez a tiszteletes egymásnak rendelt, akkor mi szimpatikusak leszünk egymásnak, és halálunkig együtt maradunk, mert ugye ez, ez teljesen logikus, hogy így fog működni. Mutatott ilyen fényképeket egy laptopon, ahol ilyen iszonyatos tömegek átsorogtak mindenki fehér öltönyben és fehér ruhában, és Hosszú sorokban tömött sorok, mint egy hadsereg, és ilyen tömeges esküvő volt. De én láttam ilyen képeket, de én azt gondoltam, hogy az úgy tömeges esküvő, hogy ők mind házasulandók. Mind házasulandók, ott látták először egymást az esetek 99 De akkor ez nem egy hivatalos uh, ceremónia, aminek a végén kap mindenki egy papírt. De, e, de, de, de bizonyos, valószínűleg bizonyos társadalmakban de ez elfogadott el. lenne. És papírt is kapsz róla, hát az miért, hogyha az illető mindenki. Ha mindenki kimondja az igent, és utána szépen oda járnak aláírni. Kor, kézzel, de mondják, hogy a hogy most mondja a kellene, saját hogy... név. <coughs> Jön egy ilyen. <tos> <tos> Szeretem ezt a férfit, aki... <tos> <tos> és akkor mindenki hatalmas csattogással felúzzák egymásra a gyűrűket, és tízezer ember azt mondja, hogy Európa és hátadobják a virágcsokrot, lesz egy akkora halom, mint a rózsadom, és akkor jó van. Tehát én mondom, hogy itt a szimpátia nem És akkor mit mondtál aztán a hölgynek? Én mondtam, hogy végig gondolom, mert tartok tőle, hogy szenegáli lenne a mennyi, mondja, a vagy svéd. Egyik nyelvet sem beszélem, tehát kifejezetten egyiket se kedvelem. És mondta, hogy gondoljon végig, de lehetett nagyon nagy lehetőséget hullasztok el. Akár az is lehetett volna. Ez szerencse kérdése? Hát ez szerencse kérdése. Akkor kijelenthetjük, hogy a kapcsolatok létrejöttében nagyon nagy szerepe van a szerencsének? Hát Ó, ebben az esetben egy nagyon nagy, <laughs> nagy szerepe lett volna. A hotel végtelenbe történő bejelentkezéshez kérjük használják a következő SMS számot. 0670 70 60 99 5. Itt vagyunk ismételten, folytatjuk az Antipátia című nevezetű műsort. Elsiklottunk egy üzenet fölött, Ambrus írta körülbelül egy órája, jobb késő, mint soha. Azt, hogy van, volt egy barátnőm, aki rohadt jól néz ki, de idősebb volt nálam, és ezért kicsit unszimpatikus volt, úgyhogy szakítottunk. Hát ez érdekes, szóval az, hogy valaki a koramját... Lehet, hogy később tudta meg, hogy idősebb. Ö, hát ha ez nem derült ki semmiből, csak abból, hogy megtudta, akkor tulajdonképpen nagy jelentősége nem lehetett. Tehát... Ja, nekem az a fura, hogy az... mi lehet abban ellenszenves, hogy valaki lehet, hány hogy éves? Lehet, a barátai előtt. Ő, Na ez jó, lehet, de akkor nem ez ő, ő lehet, ellenszemves, akkor nem igen. Lett, hanem azt mondta, hogy égek veled, mert tíz évvel idősebb vagy, és bocs. Ez... Nincs ettől még ellenszemes nem lett, mert ha, ha eleve nem volt az, akkor a korom. Hát, kora ha miatt csak, nem, nem, ha lehet csak nem kiderült, hogy hazudott. És akkor tulajdonképpen a hazugság az ellenszemes. Jó, az más, persze. Hát nézd, ha én megismerkednék egy nővel, akinek nekem minden szempontból megfelel, és kiderül, hogy 70 éves, csak hazudott. Rosszabb, Na sem jó, de hogyha meg. akkor áthazudott, mert nem kettő évet tagad le, hanem mondom. Én, én nem azt mondom, hogy nem számít az életkor. Vannak olyan életkorok, amik egyszerűen nem passzolnak össze, tehát hiába szeretnénk, meg hiába elő is fordul érted, hogy egy 18 éves, meg egy 38 éves valahogy úgy jön ki a lépés, hogy teljesen oda vannak egymásért az akkor se oké, de nem, nem ellenszem. Pontos, hát ő még André, ha, nem, ezt ha nem, írta nem, nem, nem a... fog ez menni. Igen. Ambrus ezt ironikusan írhatta szerintem, nekem is előlegezik a vitalmat. ne ironizáljál. Ambrus, írjad meg, hogy mi lett benne. Írjad meg rendesen, amit akarsz mondani. Szóval, szimpatikus volt, aztán kiderült, hogy idősebb a kont ellenszembes lett. szóval ez, ez valami nem gömbölű, de... de... De lehet, hogy fiatalabb. Azt mondta, hogy idősebb. Azt mondta, idősebb. Azt, mondta, idősebb. azt mondta, hogy idősebb, igen. És hogy miért olvastuk be egy órával később, mert hogy van egy cikkünk, ami a főlapon van a Facebookon, hogyha odaírjátok a üzeneteket, akkor egyből látjuk, viszont hogyha az idővonalunkra, akkor csak hogyha mázlitok van. Igen, tehát a cikk alá hozzászólásként az a biztos. És mi pedig haladunk tovább az antipátia. Van ez, a, van ez a dolog, vonalán. ami ami nagyon sokat számíthat, és azt mondaná az ember, hogy hát pont lesz a rom, de nem igaz. A, a szülők, illetve a, a baráti társaság. társaság. Tehát ennek a szimpátiája, antipátiája komoly mértékben befolyásolhat kapcsolatokat. És abszolút módon inkább a szülők, akik kevésbé befolyásolják a dolgokat, mert hogy én elmegyek a, 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 a potenciális jelöltemnek, a szüleihez. Persze izgulok, hogy jó fej legyek, meg szimpi nekik, meg, meg bejöjek, ha éppen ez volt a terv. De, de attól, hogy nekik ellenszembes leszek, ha csak, a, ha csak az a lány, Nincs annyira a szüleihez nőve, hogy, hogy azt mondja, hogy ne hogy nekik nem vagy szimpatikus, akkor nekem se lehetsz. Hanem azt mondja, jó, hát a szüleiknek nem jöttél be, de tulajdonképpen nem velük fogsz élni. Akkor annyira nem téged. Jó, Én de mi jön? van, ha neked annyira ellenszemvesek az ő szülei, és mondjuk el is vennéd? Hát nem a szüleit venném el, tehát... Igen, ilyenkor sajnos hát, mérlegelni kell, valóban mérlegelni kell, nagyon jó mondod. Mert, mert mondjuk ahogy... a két a gyerekeid, de tők fogják. Hát, ha odaadjuk, de hát oda kell adni, hát, nekem, mert nem tudom, hova Igen. Tehát való Tehát, igaz, ha én is nekem az nem szimpatikusak egy... a szülők, ez baj. Mert egy, egy bizonyos korig simán lehet, ó, hát most leszarom, hogy Hon, érted, persze. majd... Azt mondom, mindig jó estét kívánok, csókon. Elmentünk, elmentünk maziba. Oké, okay, hello. Igen, de azért van az a pont, ahol ez bejön a képbe. Igen, ha mondjuk komolyra fordul a kapcsolat, tehát ne egy isten házasság lesz belőle, akkor azzal kalkulálni kell, hogy a, az após anyós, a, a nem szimpatikus a, kategóriában, azok éjjel-nappal életed végéig a nyakadon fognak lógni, belugatnak a az kéletesen, Igen, bele, próbálnak beleszólni az életedbe, és még olyan szinten jogot is formálhatnak rá, hogy mivel hogy valószínű, ha esetleg gyerek vagy anyagi megszorulások vannak, akkor ugye hozzájuk fordul az ember, cserébe ők valamilyen szinten joggal várják el. Hát nem joggal, de van valami alapjuk, hogy ha arra jó vagyok, édes drága fiam, hogy a majmonat ide told, meg kértsök egy 100 ezer forintot, akkor arra is legyek ki, hogy beleszóljak a dolgaidba, mert hogy valamit valamiért. Ilyenkor azért. Ha nem is, ha magadat nem is tudod szimpatikusat tenni, legalább azon rajta kell lenni, hogy neked szimpatikusabb é. legyenek. Valaki hogy. tudja magát szimpatikusá tenni, álcával, trükkel, úgyhogy oh, azt mondja a amit persze. hallani akar, és hogy egészen sokáig lehet ezt húzni. Persze. Én pont persze. a múltkor gondolkoztam azon, hogy, hogy azért torzítja ez a Facebook, meg a mindenféle közösségi oldalak, mondjuk az ismerkedés normális menetét. Mert ugye simán van az, hogy Valakivel megismerkedsz egy társaságban, vagy csak látod, rákeresel, megnézed, hogy uh -huh. mi a kedvenc könyve, meg milyen zenét szeret, meg hova járt, meg ezeket. És ezeket legközelebb csak úgy simán bedobod a társalgásba, akkor rögtön baromi szimpatikus leszel ő neki, mintha te Úú, Te is olvastad. És trükközthetsz, hogy te is bejelölöd azokat, és akkor ő is, ha majd rájön, hát hát, hát, vagy és akkor látja, hogy jó meg? Nem kell a az bejelölöd, ezt? meg a látja, hanem mondod. Tehát te persze, te megszerzel bizonyos információkat, hát amivel bejebb kerülsz a, 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 a uh -huh. hogy mondják, pixisbe. Ja. A körök, a, kerülsz a, belső a, pixi, körök a, a belső kör közepébe kerülsz. Ezt valóban a látszatot meg lehet tenni, tehát ha, ha neked tényleg mondjuk fontos, hogy szimpatikus legyél az a, a arád, vagy a vőlegényed, vagy bárkid van Hát akkor még nem arra, mert nem vőlegény. Hát mindegy, nő vagy férfi, tehát a szülőknél, az örömszülőknél szimpi legyél, akkor... Vagy némi információt szerzel előtte, és, és súnyi módon ő, ő, megcsinálsz olyanokat, amiket amúgy nem csinálnál meg, de a cél szentesíti az eszközt. a vagy a mindenek bedőlsz. Tehát a leendő aposod azt mondja, hogy na gyere fiam, gyere kezdődik a meccs, hagyjuk itt a nőket, gyere megnézzük jól se ezt a meccset. Én gyűlölöm a focit. De biztos, hogy lenne egy olyan szituáció, amikor azt mondanám, hogy hát jó. Jó, milyen meccs lesz? Micsoda, nem tudom. Tudom, tudom, na menjünk, és akkor odaülnénk, megnyitná a söröket, rágyújtanánk, és akkor néznénk a meccset, kökömtel, közben nem is dohányzol. Abszolút nem is szalakol. Mindegy, szívogatnám a sört, kiköpködném magam mellé, pöfékelnék, és akkor mikor gól van, üvöltenék, hogy gól, meg ilyeneket mondja, azt a kurva, oda néz, meg ilyeneket mondani. A végén úgy jön neki, hogy te, ez egy nagyon rendes lesz, végig mulattuk a meccset, te másképp is gyere, fiam, hogy iszunk pálinkát. meg És szerintem, bocsánat, de hogy Szerintem mindenki boldog. Hát de elsze, kezdve. Ez nem átverés. Nem, hát te nem vagy boldog, mert való meg kellett osznod magad, de de kibírta, tehát bajod nem lett tőle a, 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 vannak, nő boldog. Vannak boldog. Olyan, olyan attribútumok, amitől viszont mindenképpen nyert ügyed van. Nekem van egy barátom, akinek a, a akkor még menyasszonya, volt egy lány, ugye, és akkor hát ez a szülőkhöz a bemutatás. És a lánynak az apja az katonatiszt. Ó, oh -oh. nagyon kell vigyázni velük. Igen, és mondjuk azért, már az én generációmból is nagyon kevesen voltak katonák, ez a srác még nálam is fiatalabb, és ő volt. Na innentől plusz pont. kezdve, hát milyen, mi, mit plusz pont? Hát kész. Szerelme, szerelme, szerelme első látásra. Hát innentől kezdve bármit mondhatott volna, mert azért, te gondol a mostani 30-as generációból, mutass egyet, aki volt katona. Hát a asból -as azért még sokan. Á, hát az nem annyira. De, de de. Felezz, de ne felejtsd 93 körül szűnt meg a... Miről beszélsz? 2004-ben szűnt meg a sorzatonás. Jaj, de hogy is. Dehogy nem. 2004. -ném. Na jó, Én akkor nem. barátunk. A <gulés> Google is. Mindegy. De Tehát ott neki nem kellett meccset nézni, meg semmit sem. De, Mert nyert mert mert ugye volt. Az, az, hogy az ember Akár csak véletlenül is be, bevágódik a szülők, tehát szimpatikus lesz valamivel. Nekem volt olyan ismerősem újpalotán, aki aki megmondta, hogy egy-egy régi jó barátom volt, megmondta, hogy az ő lányának a, a férje annál ellenszenvesebb, antipatikusabb férget nem még az életben nem látott, viszont a lányát imádja, már hogy az a fickó, és nagyon jó vele, ezért szimpatikus. Hát mondom, de Tibikém, hogy lehet szimpatikus, ha egy ilyen férget? Azt mondja, nem érdekes. A lányomat szereti, a tenyerén hordja, a segét kinyalja. Szimpatikus. Az, hogy rühellem, és nem tudnék öt percet eltölteni vele, az egy dolog. De társaságban mindig jó pufát vágok hozzá, mert nem tudom meghálálni neki elég, hogy tisztességes a lányommal. Ergo, látszólag a család igen nagy szimpátiában él. Gyakorlatilag após utálta a vejét, de elfogadta, mert, jó. mert jó helyre tette magát. Idézem, az no. országgyűlés hétfőn elfogadta a honvédelmi törvénynek a sorkötelezettség no. eltörlésével kapcsolatos módosítását 2004. november 8-ai hírt Ezt én, ez lehet, hogy így van. A... Tudom, mert, mert, emlékszem rá. Nyilván egyrészt már az is 8 éve volt az Na, ugye, ugye. Hozzá. De nem 93. Oké, okay. de viorat tett azért... A, a... Ahogy nem olyan szigorúan vették, értem én azt, azt hogy de... hányan vonultak be de facto, de az egy dolog viszont 2004-től szűnt meg, tehát amikor úgymond idézőjelben megnyugodhatott az, aki nem akar katonálni, az 2004-től. Értem, de nem arról beszéltünk, hogy megnyugodhatott-e akik katonákat lenni, hogy, hogy hányan voltak katonák. Hát Igen, mondjuk szám, úr, úr, erre nincsenek hogy Én olyan embert, aki 95 után lett sorköteles, vagy 96 után, tehát mondjuk a 70-es évek közepén született, én, én nagyon keveset, nagyon tudok keveset akit, én akit én is bevonul. mert valahogy nem forszírozták, el is tanulmányok igen. miatt. Meg, igen, igen, meg, igen. Hogy mondják ezt, mi alternatív szolgálat? most mehetettem. ez 79-es ez a srác? Hát 99-ben volt, azon 2001-2002 körül vitték volna be, hát ezt megúszta, és azt hiszem, hogy jó, jó is, hogy megúszta. Én Még nem rend. úszta meg, mert ő direkt elment. Pláne. Ezért aztán bevágodott későbbi aposnál is, úgy. Hát, már megérte. És akkor is bevágodott volna, hogyha mondjuk valahogy az após kezébe jutott volna a katona a aktája, és ott van rengeteg büntetés, <laughs> rengeteg fenyítések. Ó, nem volt neki büntetés, De mert ha mondjuk. Ejtőernyős volt. És azt ki. Hogy mit Folyamatosan elcseszi az ugrások. Fölfelé jó, és az azzal itt mi érne? van külön, mert Nem tudom, olyan helyzetben voltatok-e már, hogy valaki, aki rosszban van a szüleivel, vagy szóval, hogy nem jönnek ki jól, és te meg baromi jól kijössz velük. Az, az szülhet mondjuk egy ilyen fura helyzetet. De erről nem nagyon hallottam még. Én sem hallottam, de maximum el tudom képzelni. Tehát, hogy van egy család, ahol mondjuk a, a, a fiúgyerek, ugye úgy van a szülő, hogy jó, hagyjál már muttermek, meg hagyjál már fater, stb elviszi aráját bemutatni, mert mégiscsak, aki, aki kedvence lesz az a, a szülőknek, és, és, nagyon szeretik ezt a kisjányt. Én azt tudom elképzelni, hogy ezáltal még az ő kapcsolatuk is egy picit javul. Hát jó esetben, Ez igen. Ez a jó esetben. Rossz esetben, hát azt nem tudom, hogy meg tudják itt csinálni, hogy hogy a saját fiúkat ellenszembesé teszik, aztán kitaszítják és bemondják a lányt a családba. <hállt> Tehát. De a, a szimpátia, Viszont lehet, az, hogy a kapcsolat elmúltával még tartják a kapcsolatot az illetővel, és olyanról viszont én is Olyan már sokszor hallottam, hogy szétment házasságok, szétment hosszabb kapcsolatok, tehát nem is kell az, hogy házasság legyen, és, és a, a tagok a szülőkkel, a másik fél szüleivel még tehát évek, évek, évek után éve. is nagyon jó kapcsolat, néha átmennek egymáshoz, beszélgetnek, akkor hogy... Persze igyekeznek úgy csinálni, hogy ne legyen otthon azért a délek akivel szakítottak, de ebben semmi rendkívült nem találtak. a a szimpátia et, ebből a szempontból nem valószínű, hogy megszűnik. Tehát azt hiszem, ami, ami kialakul és nem cseszél az ember, az, az valamilyen szinten megmaradhat. Független attól, hogy a kiváltó ok létezik-e még. Szerintem. És szerintetek 70-es, 70 A hotel végtelenbe történő bejelentkezéshez kérjük használják a következő SMS számot. 0670 70 60 itt vagyunk, ismételtem veletek a Hotel Végtelen folytatja a szokásos keddesti műsor a Amennyiben ezt a mondatot szombaton halljátok, akkor az ismétlést halljátok, amit tíztől van éjfélig, szint úgy, mint az élő műsor keddenként. Ugyanezen a frekvencián a 99,5-ösön. Gábor, hol tartottunk? Hát a társaság, Mivel a folytatjuk? Szülők, szülők szimpátiájáról. Tehát eddig a szülőt, a családi szimpátiát beszéltük meg, és akkor van még egy fontos... A baráti társaság? Igen, igen, a társaság. Ugye a valaki valamiféle kapcsolatba kerül valakivel, hát óhatatlanul, ugye elveszi a tehenet, akkor ővé a borjú is, vagy hogy szokták mondani. Hát. Tehát, hogy hozza magával azt, hogy őt előbb-utóbb be fogják mutatni a, az új partnere, társaságának, barátainak, rokonságának, teljesen mindegy, hogy nevezzük. <kül> Na most itt azért komoly fennakadást okozhat, ha nem szimpatikus. Hál' Isten, az, az esetek nagy többségében menetközben kiderül, hogy hogy, mit tudom én, valami nagy állatbarát nő összejön egy pasival, aki teljesen mindenféle szempontból megfelel neki, szimpatikus, stb. És kiderül, hogy az összes barátja hatalmas mészáros vadász, akik minden vasárnap kutyafalkákkal és dumdumgolyókkal mennek és romálőnek mindenkit a környező erdőkben. És oda a vérbe tocsognak. Na most akkor, hát ugye ettől még a, az ő vőlegénye, vagy, vagy pasia végül is a szimpátiát nem vesztette el. Dehogy nem, ettől elvesztette. <laughs> hát, ez a... szerintem is elég ér, azért. Hát Maxi megkérdezi, hogy hát hogy lehetnek neked ilyen barátaid. Nem, ez túl durva volt ez a példa. Tehát, mondjuk egy ilyen lájtosabbat mondtál volna, hogy olyan színű ruhákba jön, ami nem tetszik, akkor ezzel még túl lehet lézni. <laughs> <de, gül> hát, az az igaz, hogyha, hát azt hagyjál, vagy, ha valakinek egyszerűen <laughs> a haverjai bunkók. Vele, ráadásul. De, úgy egyáltalán. Nekem voltam pasim, őt nagyon bírtam, és nyilván nem különbözött annyira a, a barátaitól, de azok nem az én pasiaim és voltak. És hogy voltak bunkok, hogy um, agresszív bunkok, vagy, vagy tudatlan bunkok? Nem, bunkot, tehát amit úgy tehát hívunk, én, hogy bunkó. A viselkedésük, tehát ürmós viselkedés. Meg, meg ugye a többi emberrel. Most. Hogy konkrétan mi volt tehát, a bunkó? Mit jelent ez, hogy bunkó? Azt jelenti, hogy és... Sok mindent jelenthet. Hát, jó, oké, okay. mindegy. Tehát, nem voltak szellemi partnerek, mondjuk. Na, hogy így? Na, Mert lehet, az, az valóban lehetett volna úgy is, hogy jó fejek voltak, csak mikor mondjuk besörözgettek, egy kicsit akkor az utcán embereket, vagy lehúgyoztak a Margit vagy Vagy... Én, én nem voltam ilyen társaságban, hogy megismerkedtem valakivel, és a, az ő baráti társasága olyan dolgokkal foglalt el magát, ami abszolút nem volt nekem ellenszenves, csak nem tetszett, és nem szívesen vettem volna részt benne mit mi minden vasárnap elmentek egy helyre bowlingozni. Ami, ami nem lett volna egy rossz dolog, és ez náluk egy ilyen szent dolog volt. Na most vagy én is a partneremmel mentem volna, mert ő neki ez, 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 ez ugye elvárás volt, hogy a társaságban természetesen maradjon, vagy, vagy ő sem ment volna, mert nekem tulajdonképpen nem, én nem szeretek annyira bowlingozni, főleg minden vasárnap kötelező jelleggel nekem ezt ne szabja meg senki. Tehát el kell döntenem, hogy szimpatikus nekem ez a dolog, és a vállalom a kapcsolatért azt, hogy én minden vasárnap este a törékhazakat a fúj, a minden, ugyanazokkal az emberekkel elmegyek bowlingozni ugyanazokat a poénokat meghallgatom, és közben nem érzem jól magam. Azaz nem szimpatikus nekem ez az egész cselekmény. Vagy azt mondom, hogy figyelj, nekem nem ér ennyit. Logikusan azt mondaná az ember, hogy hát persze ilyesmit vállalni kell, én nem vállaltam. Hát azért minden héten szerintem az túlzás. Mert hát, elvárja, minden... hogy te vállald, akkor tulajdonképpen az az sem egy szép dolog. Ő Mert így akkor mondhatta volna, mondhatta azt, volna hogy... azt is, hogy hogy neked nem kell jönni. Csak az meg milyen már, hogy igen, minden vasárnap az én partnerem elmegy a társaságával bowlingozni, meg otthon ülök egyedül. Mert de az a mondhatta, lehet, hogy, jobb, hogy inkább ezt, ülsz itt egyedül, mint hogy jönni velem. Most nem mondhatom, hogy röhellem a haverérdet, mikor bowlingoznak, és nem szeretek bowlingozni. Oké, okay, de lehet, hogy ez mentette volna meg a dolgot. Jobb is, hogy nem mentette meg, mint később kiderült, de én akkor úgy voltam vele, hogy megmondtam, hogy én nem fogok járni, mondta, hogy hát akkor ő is csak néha megy el, természetesen mindig elment. Ez így ment egy hónapig, aztán szép cseng mellett csúsztunk egymással. Tehát ez a dolog, ez a számon nem szimpatikus elfoglaltság, így le, szétválasztott minket, ami tulajdonképpen túlzottan erős kötelék nem is lehetett gondolhatod, ha a szinten szinten. Igen, tudtunk gondolom, azért csak nem ez volt. Tehát a... úgy volt, hogy elment vasárnap bollingozni, akkor hétfőn telefonál, hát találkozunk, ám majd valamikor kedden vagy szerdán, aztán úgy, úgy maradtunk, hogy majd egyszer csak találkozunk. És mindez azért, mert nekem nem maga a bowlingozás nem volt szimpatikus, meg nem is az emberek, hanem együtt, meg nem is a vasárnap, meg nem is a vasárnap bowlingozás nem volt, hanem együtt ez a köteg, hogy nekem minden vasárnap ugyanazokkal az emberekkel hát el kell ilyenek. mennem. Ez már így nem volt szimpatikus. A, a, az esetnek olyan, mint amikor főz az ember egy, egy, egy érdekes ételt, mondjuk van benne méz, só... Bivajpacsal és, és kemény tojás. Ez így együtt egészen szartnak tűnik. Bár darabonként az összetevőkkel semmi bajom. Tehát bármelyiket megeszem, nagyon szívesen. No, 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 no. Na, na, na. Nagyon a bivajpacalt, ez nem biztos. Nem, az a méz. A mézet. Tehát így darabonként semmi bajom vele, mindegyik étel szimpatikus. Összekeverve már, holott ugyanazok az összetevők vannak benne, nem biztos, hogy kibírna a gyomrom. Így voltam ezzel a társasággal is. Bármelyik taggal szívesen beszélgettem. Ha még nagyon muszáj lett volna, akkor esetleg egy-két órát elbólingozgatok. Én is mondjuk havonta, két havonta egyszer. Ha úgy alakul még vasárnap is, de hogy ez így összejöjjön, azt már nem. Az, hogy ha összejön két ember kapcsolatilag, és mind a kettő hoz egy viszonylag nagyobb társaságot a kapcsolatba, az, hogy melyikük lesz, az úgymond győztes, az minek a függvénye vajon? Egyáltalán van egy győztes, vagy, vagy lehet itt csapódni ide is, meg oda is? Van győztes. Szerintem is van győztes. Mindig az erősebb egyéniség fogja átvinni a gyengébet az ő De csapatába. De mondjuk a gyengébb egyéniségnek a csapata erős egyéniségekből áll. Hát, akkor vagy elengedik, vagy magukkal húzzák. Előfordult még az is, hogy ő felbomlik ilyenkor kapcsolat, mert annyira. De általában ezt nem szokták. Tehát úgy van vele, hogy a megismerkedik két ember, mindegyiknek van társasága, és akkor mindegyik természetesen elviszi a saját társaságába az új potenciális jelöltet, hogy nézzék meg milyen kis szimpi, vagy nem szimpi. És a akkor, a bemutatás, a bemutatás megtörténik. És akkor a következő alkalommal már előjön az a szituáció, hogy vagy megyünk velünk, mondja a srác, vagy megyünk a titársaságotokkal. Ezzel így azzal meg az állatkertben. Mondjuk. És hát akkor menjünk az állat. Szóval amelyik erősebb egyéniség előbb-utóbb el fogja húzni teljesen a másikat attól a csapattól. Aztán a szimpátia És hogyha ez A kapcsolat elmúlik, elmúlik mint mint az, az ezt megelőznek, akkor utána vissza somfordál emberünk az Igen, ez a kínos, emberünk. ez a kínos, hogy mikor végeznek a kapcsolattal, Persze, és nem, nem feltétlen kínos, hanem a társaság azért az úgy tekinti magát, hogy ő az örök. És legfeljebb azt mondják, hogy jó van, mi megmondhattuk volna, hogy... A tékozló fiú megjött. <laughs> Igen. De ilyenkor a társaság elnökének kell valami kérvényt benyújtani, é, hogy Én, én Mindenképpen. Ilyenkor be kell dőlni, és mindenki a valagára ver egy rettenetes nagyot. Nem, ilyenkor valószínűleg hogy kocsmába, és kifagatják, mi volt is. de látodni mondtuk, na jó van, holnaptól újra találkozunk, és megyünk, megyünk. Tehát a szimpátia nem vészel, csak egy, egy kis időre felfüggesztette, mint a vállalkozását. Szerencsés esetben az ember vissza tud menni ilyenkor a társasággal. Éppen az a legnagyobb problémája, akkor ezt meg tudja oldani mondom, mert ettől még a szimpátia egy sok éves szimpátia nem fog eltűnni. És hogyha a pár mindkét fel egy azon társaságból származik viszont és, ö, csúnya összevetés bukik kell a akkor akkor annyi, annyi, a társaságnak, annyi a párnak, mindenkinek Ilyen. annyi. Vagy pedig valaki elegánsan azt mondja, hogy, hogy én hibám, vállalom, akkor én a társaságból is eló. A, a kulpa. És, és akkor távoztam. mit csinál utána a szerencsétlen? Ki már van egy előmelegített másik társaság. Persze, neki annen? már ott van az új csapat, <laughs> akik örömmel várják egy nullszériás helyen. Na most az a helyzet, hogy az ember leadja a saját társaságát, mindenki összerúgja a port, elmondja, hogy tíz éve gyülekszik benne, hogy te ilyen köcsög vagy, te olyan majom vagy, téged rühellek, és holnaptól új barátaim vannak, oda megy, akiknek olyan szinten nem szimpatikus, hogy besengedik a házba, és akkor két ló közbe hullott a pad ez, ez, már milyen. Tehát az ember úgy van vele, hogy ha, ha ilyen társaságot, meg lelket, meg hazát vált, meg ilyen dolgokat, akkor érdemes előtte körül tapogatni, hogy ne szembesüljön azokkal a dolgokkal, amiket úgy vesz, hogy te úristen, ez ennyire ellenszenves nekem ennyire antipatikus. Ha valaki nem lépte a társaságból önként, hanem, hanem ott marad egyfajta gócpont egyik pontjaként a, a, a széteső bár mondjuk férfi része, és a, és a társaságnak állást kell foglalnia, hogy ki mellé sorakoznak fel, akkor ilyenkor mi van? És tegyük fel, hogy nincsen igazság a történetben. Mert hogy valaki nem védkezett egyértelműen, hanem valamin összekaptak, amit lehet innen is nézni, meg onnan is egy hülyeségen, ami nem is fontos, viszont nekik annyira fontos volt, hogy széjjel mentek. Hát, most, hogy... És ugye ilyenkor Itt, próbálja... hogy kinek fog igazat adni, ez tényleg csak szimpátia. Ez szó szerint csak szimpátia kérdése. Itt valószínű, hogy senki nem fog tudni igazságot tenni abban, hogy a, hogy, egy, ké, hogy két ember közt az események, amik történtek, és valószínű, hogy visszanyúltak már, meg mindenféle ágak, meg leágazások voltak, hogy most konkrét esemény, egy szakítás, vagy egy nagy sértődésben kinek adjanak igazat. Itt csak a szimpátia fog dönteni, hogy a társaság tagjai mint, mint Puzsér a zsűriből, hogy megszavazza, hogy igaz, jó, teljesítmény volt, vagy nem volt jó. Tehát eldöntik, hogy ki ki mellé áll, és valószínű, hogy ezáltal a szimpátiakörök megfordulnak, tehát akinek a a a szavazata szimpatikus, az, az valószínűleg még mindig barát marad, a többiek meg majom köcsögök lesznek, meg elhúzhattok a csába, Van, meg és Mondjuk még ennél is durvább, hogy abszolút békében, bár nem feszültségmentesen jöttek szét, de azért, hogy meg tudták beszélni a dolgokat, és a társaságból válasz mind a kettő egy, egy új párt. Hm. Hát az viszont, én azt hiszem, hogy ő az akkor... már kicsit belterje. Jó kérdés, hogy mekkora ez a társaság. Tartás. Hát egy 40, 40 fős össze. társaságnál azért úgy belefér. <laughs> Igen. De egy 8-10 fős galerinél azért, vagy 6-6 embernél, szóval azért már meleg. Ott, ott viszont a szimpátia annyira fog működni, hogy az a társaság az biztos, hogy ketté fog szakadni. A százszáz, ezer 100 százalék. Tehát azok úgy többet nem fognak együtt maradni, mivel a két pár valószínűleg nem fogja egymást bírni x okok miatt, ezért De, az, az újonnal kialakult két pár, akik uh -huh. ezelőtt egymásra mászkáltak, és most mindenki partner cserél, Biztos, hogy szét fog szakadni, és két különböző osztódni fognak, mint, a, mint az igóta. Tehát... És akkor ilyenkor van az agykirály katonát, ez innen? Hát nem, Tényleg. lassan szétszakadnak. Azt hogy szétszakadnak, és lesz két társaság, ami újra erre kezd terjeszkedni, meg, meg belterjeskedni, De itt, itt már kizá... semmiféle racionális érvet nem várjunk. Itt csak is kizárólag a szimpátia fog dönteni. Te semmi más. Illetve az, az, ellen, az ellenszem. mondjuk létezhet egy ilyen társaságban egy olyan ember, akinek amúgy semmi köze az eseményekhez, de úgy gondolja, hogy most majd revansot vesz vélt, vagy valós sérelmeiért, és akkor ezért fog egyik vagy a másik oldalra állni, mert hogy ő utálja azt a... Biztos. Sőt, még ha, még ha teljes mértékben igaza van a valakinek, de ellenszemves, akkor se fog mellé állni, mert most kihasználja a lehetőséget, utálom, antipatikus, nesze. Megteltem büntetlenül a stufolja. vélemény. Megstuffolja kicsit, ad meg egy tockost, Bemájárkodik. egyet, aztán vége. Ennyi volt. Tehát a társaság ilyenkor szimpáti alapon fog ketté szakadni, és, és, mindenki, ahova éppen csatlakozik, azt a személyes vagy szimpátiája, vagy ellenszembe dönti el. Van, akinek senki sem szimpatikus, de az egyik ellenszembes, akkor a másik fel oldalra fog csatlakozni. Hát mind a szavazásnál, a népszavazásoknál, meg ilyen politikai választásoknál, nagyon sok ember nem arra szavaz, aki neki szimpatikus, hanem no, az ellen, aki, elven, aki igen. Ellenszenves. Tehát jó, hogy mindegy, csak, ki e, csak, ez ne. Ez is egy álláspont, még egy társaságban ezért ez nehezebb, bár a fenet, A, a társaságok legtükrözik általában a társadalmat kicsiben ugyanúgy megvannak a naplopók, a renyhék, a, az okosak, a buták, a, a kurvák, a, a stricik, meg mindenki, aki ugye a társadalomban működik, és, és körbejárnak, mint, mint, a pozíciók, tehát egészen érdekes képeket lehet leszűrni ebből. No, srácok, lányok, búcsúzzunk már a lassan, konkludálunk egyet egy olyan jó fél percben, de lehet, hogy inkább helyette mondjuk, hogy mikor lesz az ismétlés. Mondjuk meg olyan inkább okot, helyette. Hogy roktár és ilyesmi. Szombaton lesz 22 órától az ismétlés évfélig ugyancsak, ne telefonáljatok, ne írjatok, mert nem tudjuk megtudni. Szombaton 13 órától lesz roktár, a Black Sabbathról lesz egy rövid műsor, mint egy egy órás ajánlom azoknak, akik velik a kemény zenét. És bár most konkrétan nem tudok mondani, az ismétlés ennek a műsornak. Azt mondtuk a roktárnak pedig szerda este, de az a múlt heti lesz. Így van. Jövő héten ismételten élőben kedden találkozunk, hogyha hiányoznak, akkor a Facebookon is elérhetőek vagyunk, illetve a hotelvégtelen.hu-n keresztül is üzenhetnek nekünk, illetve teljes letölthető adásokat tölthettek le teljesen. Ma kísérleti jelleggel csak magyar zenéket adtunk, úgy láttuk különösebb fel, felbuzdulás nem keltett, meg felháborodás sem. Lehet, hogy fogunk így csinálni, de azért tartjuk magunkat ahhoz, hogy azért a legnagyobbak közül a külföldiek közül is válogatunk. Jó? Jó. Legnagyobbak, tehát, hogy így. Igen. Benék. Jó éjszakát. Viszlát Isten vagyok.